Köszöntöm a megjelenteket. Egy kis figyelmet kérek. Mielőtt elkezdenénk az önkormányzat testületi ülését, egy eskütételre kerül sor. Egy kis figyelmet kérek. Esztergom város önkormányzatának képviselő testülete 2013. június 20-i zárt ülésén azt a határozatot hozta, hogy Veldin József urat megválasztja Esztergom kertváros település részi önkormányzat tagjává. Ahhoz, hogy a megválasztott tag szavazati joggal részt vehessen a településrészi önkormányzat munkájában, a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló, ide vonatkozó törvény értelmében esküt kell tennie, és erről okmányt kell aláírnia a képviselőtestület előtt. Felkérem a megjelenteket, hogy álljanak fel az eskütételhez, és kérem Veldin József urat, hogy tegye le az esküt, így dr. Sarkantyú Adrián jegyzői referens felolvassa az eskü szövegét, és akkor Veldin úr leteszi az esküt. Akkor kérem, hogy mondja utánam. Én. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat, Esztergom fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen, gratulálok. Jó, kérem, akkor foglaljanak helyet, és szokás szerint még a képviselőtestületi ülés megkezdése előtt a június 20-án meghozott zárt képviselőtestületi ülésen hozott határozatokat ismertetem. Esztergom város önkormányzat képviselőtestülete az ingatlanok őrzésével kapcsolatban azt a döntést hozta, hogy leveszi a napirendről és következő ülésén tárgyalja 8 igen 2 tartózkodással. A képviselőtestület 10 igen és 1 tartózkodással azt a határozatot hozta, hogy működési előleget biztosít az Esztergom város tulajdonában levő Esztergomi Vízmű Kft. Részére a Piliszentléleki szennyvíztisztító üzemeltetéséhez bruttó 7 millió forint számla fölötti fönnmaradó, ki nem fizetett részében, ez 4 millió 666.666 forint. A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodás mellett azt a határozatot hozta, hogy a Vízmű Kft. Részére a Piliszentléleki szennyvíztisztító üzemeltetéséhez további bruttó 8 millió forintot biztosít. A képviselőtestület 10 igen 1 tartózkodás mellett azt a döntést hozta meg zárt ülésem, hogy a Piliszentléleki szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez a 8 millió forintot külön megállapodás alapján működési előlegként adja át a szolgáltatást végző cég Esztergom Vízmű Kft. Számára. A testület ugyancsak 10 igen 1 tartózkodással elfogadta, hogy módosítja a településrészi önkormányzat Esztergom kertvárosi összetételét és Veldin József külsős tagot megválasztja. Ennek az eredménye volt ugye, hogy letette az esküt Veldin úr. A képviselőtestület 9 igen, 2 nem szavazat mellett azt a határozatot hozta, hogy az Esztergomgarás Kft. Ügyvezetőjének megválasztása című napirendről a képviselőtestület a következő ülésen kíván dönteni, majd pedig 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodással
úgy döntött, hogy meghatalmazza dr. Dobránszky Tamás ügyvédi irodát, hogy Tétényi Évával szemben fizetési meghagyásos eljárás lebonyolítására, mivel Tétényi Éva Esztergomváros képviselő testületének 381 per 2011 9. hó 1 számú határozata ellenére nem térítette meg önként az általa Esztergom városának szándékos jogsértő magatartással okozott anyagi károkat, összesen 1 170 000 forintot, az iroda megbízási díja 200 ezer forint, felelős Meggyes Tamás. Ezután a kiadott napirendi pontok következnek, és mielőtt megszavaznák, miután mindenki új stílust ígért, és ez ugye egy nagyobb leállás utáni első ilyen testületi ülésünk, ismertetném, hogy kinek hány perce lesz a megszólalásra, amit én nagyon szigorúan be is fogok tartani. Az előterjesztő 3 percben szólhat hozzá, a bizottsági elnök 3 percet kap, a frakcióvezető 5 percet, majd még egyszer 1 percet szólhat, a képviselő pedig a vita során 2-szer szólhat hozzá, egyszer 1,5 percet, második megszólalásánál 1 percet. Személyes megtámadtatás esetén 1 percben reagálhat. Én magam is megpróbálok minden olyan személyeskedő megjegyzést nem tenni, vagy nem megtenni, ezért kérem a tisztelt képviselőtestület tagjait, hogy ők is legyenek szívesek a napirendről beszéljenek. Ezek után kérem, hogy akik jelen vannak, kapcsolják be a készülékeiket. Rendben van. És akkor a kiadott meghívótól eltérően egy pici változás van, amiről én tudok, aztán majd szokás szerint megkérdezem frakcióvezető urat. Itt a napirendi pont előtt ugye megtörtént az eskütétel, az 1-es, 2-es napirendi pontban az előző testületi ülésről lemaradt napirendi pontok kerültek feltüntetésre, majd pedig a 7-es napirendi pont, miután nincsen bizottsági véleményt, nem javaslom tárgyalásra, a 8-as napirendi pontban nincs előterjesztés, nem láttam, ezért levételre javaslom, a 12-es napirendi pontnál nincsen előterjesztés, mert nem született meg a Hungaszt, illetve a Klik között a megállapodás, a 17-es napirendi ponthoz kiegészítés készült, a 19-es napirendi ponthoz módosító javaslat érkezett még, a 24-es napirendi pont új lett, mivel egy kis határozattal kiegészült, a 26-os napirendi pontnál nincsen bizottsági döntés, nem javaslom tárgyalásra, a 27-es napirendi pontnál nem volt előzetes egyeztetés, ezért ezt nem tudtam aláírni, a 28-as napirendi pontnál, mivel még nem történt meg az átadás átvétel a gazdasági társaságokkal kapcsolatban nem készült előterjesztés, tehát ezt sem tudjuk tárgyalni. A sürgősségi indítványok, amiről tudunk, az S1-es, az Imaház utca 12-es szám alatti telek értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményének a megállapítása. Az S2-esben, bár nem tudom, hogy megérkezettem, mert én még nem láttam, az épp esztergomi építőipari korlátolt felelősségű társaság beolvadása a Strigonium ZRT-be, itt zárt ülést kért az előterjesztő, illetve az S3-as, a köztisztasági szolgáltatási szerződés módosítása. Megkérdezem, kinek van véleménye, javaslata, módosító indítványa. Stein Balázs. Köszönöm. Javasoljuk a 4-es és a 8-as napirendi pontot levételre, valamint az S03-as levennénk, és helyébe az aljegyzői lakásokkal kapcsolatos döntést szeretnénk tárgyalni zárt ülés keretén belül. Más módosító javaslatunk nincs. Lakás a zárt ülésen kívánja. Jó, a 4-es pont ugye a döntés a Féja Géza Közösségi Ház Esztergom intézmény igazgatójának és a Szentgyörmezői Olvasókör Esztergom intézmény igazgatójának megbízásáról szóló napirend lett volna. Jó, kinek van még módosító javaslata?
Stein Balázs. Elnézést, még annyit szeretnék technikai jellegű lenni, hogy szerintem kezdjük a 9-es napirendi ponttal, azt javasolnám a képviselőtestületnek, hogy a vendégek és a prezentáció miatt az kerüljön előre. Tehát akkor egy módosító javaslata van, hogy a 9-es napirendi pontot tárgyaljuk először. Igen. Jó, kinek van még módosító javaslata? Nem látom, akkor először felteszem azt, hogy a 9-es napirendi pontot, aki hozzájárul, hogy először tárgyaljuk, azt kérem igennel szavaz, aki másképp gondolja másként. Kérem szavazzanak. Tizenkét igennel elfogadtuk, és akkor ezzel a módosítással, illetve az előbb közölt módosításokkal együtt a módosított napirendi pontot, aki tudomásul veszi, igennel szavaz, aki másképp gondolja másként. Kérem szavazzanak! Kilenc igen, egy nem, két tartózkodással, akkor ezt fogjuk követni. Akkor az egyes napirendi pontunk az esztergomi intermodális csomópont kialakítása napirendi pont lesz. Köszöntöm a meghívott vendégeinket, és miután elég sok munka vár ránk, én azt kérem, hogy egy 10-15 percben röviden ismertessék a projektet. Itt tudni kell, hogy mi kértük azt, Luxi Ivi volt, aki ezeket az egyeztetéseket végigkövette, hogy miután ez egy olyan nagy horderejű dolog, bár a megvalósítása csak 2020 után lehetséges, hogy minél szélesebb körben lehetőséget kapjanak arra, hogy megismerjék. Ezért tartottuk fontosnak, hogy ez mindenképpen ide kerüljön. Időközben Lux Ivi jelentkezett, tessék. Sajnos nem tudunk várni, kérem, hogy kezdjék el az előadást. Gondolom én a megjelentek tudták, hogy 5 órakor kezdünk. Ezért azt a 10-15 percet kitöltik, 15 perc múlva szólni fogok amúgy is, hogy hát röviden foglalják össze. Elsősorban a projekt lényegét, az ütemezést. Azt kell tudni, hogy ez egy előzetes terv, tehát azt jelenti, hogy amennyiben a tisztelt képviselőtestület ezt az irányt jóvá hagyja, akkor ez egy projektnek a része lesz, és amennyiben majd kap támogatást, abban az esetben amúgy is kell módosítani a szerkezeti tervet, tehát ez egy tervezet, így fogadják ezt a bemutatót. Tessék! Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Horváth Anikó vagyok a tervező konzorcium képviseletében. Annyit kell tudni erről a tervezésről, hogy ez a Nemzeti Infrastruktúra ZRT közbeszerzési eljárás keretén belül nyerte meg az Utibert Renekon-Kovi konzorcium az esztergom intermodális csomópont megvalósíthatósági tanulmányának elkészítését. Ez gyakorlatilag a tervezésnek az első lépcsőfoka, a megvalósíthatósági tanulmány készítése, aminek az a célja, hogy a műszaki kialakítás segítségével vizsgálja meg az összes elképzelhető lehetőségeket, majd választa ki a legmegfelelőbbet, és emellé gyakorlatilag rendelje hozzá megtérüléseket, és az Európai Unió felé gyakorlatilag egy támogatható megoldás kerüljön benyújtásra. Az első lépcsőfok az gyakorlatilag az volt, hogy keresztül ment az egész tervezés egy változatelemzésen, ami nagyon széles körű volt. Itt ugye egyeztetni kellett leginkább a MÁV ZRT-vel, hogy az ő elképzeléseivel is összhangban legyen. Továbbá a Vértes Volánnal is sokrétű egyeztetés folyt, illetve a Volánbusz ZRT képviselőivel is. Gyakorlatilag itt az egyeztetések következtében többféle változat alakult ki, amit röviden ismertetnék. Egy pillanat, mindjárt átmegyünk a rajzokra. Várjál, igen. Erre legelsőre. Igen.
Három fő változat alakult ki. Az egyes változatnak gyakorlatilag vannak alváltozata is, egy kis módosítással. Az egésznek az alapkoncepciója, hogy ugye a jelenlegi pálya, buszpályaudvar, ami a Simor János utcában található, az gyakorlatilag onnan kikerülne a végállomáshoz, a felvételi épületnek gyakorlatilag az északi oldalán lévő platóra, ahol most kihúzó vágányok találhatók. Ez minden elbontásra kerülne, egyedül egy kis vízház kerülne megtartásra, mert hogy az építésztervező kollégák, illetve a beruházó kollégák ezt úgy ítélték meg, hogy az egy műemléki jelentőségű épület, és azt érdemes megtartani. Úgyhogy azon a területen egyedül ez maradna meg, és a buszpálya udvar e köré csoportosulna. Ez úgy történne, hogy a Baross Gábor utcán közlekednének befelé a buszok, és a felvételi épületnek az északi oldalán kerülnének, tehát ott tudnának behaladni. Ezt így megpróbálom mutatni is a rajzon, tehát itt. Egy egyirányú közlekedési rendszerrel van kialakítva az egész. A buszok gyakorlatilag itt behaladnak, de előtte még a Baross Gábor utcánál a leszálló utasok részére kialakítása kerül egy buszöböl, ahol kettő szóló, kettő csuklós autóbusz elfér egymás mellett, majd a járda természetesen emellé kikorrigálásra kerül, és a gyalogosok tovább egy zebrán kerülnek átvezetésre a felvételi épülethez. A behajtásnál gyakorlatilag itt három részben kerülnek az induló járatok elhelyezésre, majd pedig ennek az egésznek az északi oldalán a várakozó buszok kerülnének elhelyezésre. Itt a buszszám meghatározásában a vértes volán igényeit vettük figyelembe, ami gyakorlatilag mindenre kiterjedt, tehát gyakorlatilag a turista buszokat is számba vette ezeknél az elhelyezkedéseknél. Tehát ez lenne a rendszere, ehhez a volánbuszok hozzájárultak, a MÁV is megadta ehhez az elképzeléshez a hozzájárulását. Erről még annyit kell tudni, hogy a felvételi épület bővítésre kerülne, azért, hogy ugye férjen el benne a többlet funkció, amit a volánbuszok támasztanak. A lakosság védelme érdekében meg kell említeni, hogy itt a nyugati oldalon gyakorlatilag végig zajvédő fal kerülne elhelyezésre, azért, hogy itt a megnövekedett buszforgalommal kapcsolatban jelentkező többlet zajterhelés, illetve légszennyezés terhelést kicsit tompítsa a lakosság felé. Gyakorlatilag ez az 1.1-es változat. Ennek a következő módosítása, az pedig mutatnánk a következő rajzon, ugyanez gyakorlatilag, azzal a módosítással, hogy az egész buszpálya udvarnak a megközelítése az nem a Baross Gábor utca felől történne, hanem a Kincsespatak utca felől, ami talán a következő rajzon nagyon jól látszik. A 111-es jelű útról a patakkal párhuzamosan kiépítésre kerül egy út, ami aztán ugye tovább kanyarodik párhuzamosan a vasúti vágányok mellett, és így gyakorlatilag, mint egy kicsit tehermentesítve a várost, mivel a buszok többsége az a déli irányból érkezik, tehát az érkező buszoknak nem kell bejönni a városba, ide visszakanyarodni, hanem már eleve kikerülik itt ugye a lakóövezetet. Tehát ez úgymond az 1.2-es változat, és hát most el is mondanám, hogy megtérülések szempontjából ez mutatta a legkedvezőbb változatot. Az 1.3-as változat, ott a buszpálya udvar kialakítása ugyanez, a megközelítés változik megint. Gyakorlatilag ott a Virágos utca felhasználásával történt mindez, hogy a buszok bejövetele, az ugye jönnének a Virágos utcáig a buszok, és akkor ott átkötésre kerülnének.
Ez gyakorlatilag egy kicsit megerőltetett változat, de megvizsgáltuk ezt is, mert természetesen ez biztosítja a lehető legrövidebb megközelítést a buszoknak. Lakosság szempontjából nyilván nem túl jó, hogy a nagy buszforgalmat ráengedjük erre a szűk kis utcára. A kettes változatnál itt megvizsgálásra került az, hogy a Tesco áruház mellett félig kiépítésre került már egy buszpályaudvar, ami nem került befejezésre. Gyakorlatilag számba vettük ezt a lehetőséget is, hogy azt felhasználva, illetve azt befejezve odaérkeznének az induló buszok. Igaz, hogy ez az egész az intermodalitásról szól, ami leginkább azt jelenti, hogy az egyes közlekedő járművek között az átszállás az a lehető legjobb legyen. Innentől kezdve ugye a MÁV végállomástól ez távolabb található, tehát nem elégíti ki maradéktalanul ezt az igényt. De mivel az ott félig megépült, meg tudjuk, hogy a városnak bizonyos kötelezettségei vannak erre vonatkozóan, így ezt felhasználtuk, ezt a lehetőséget. A Tesco áruház mellett oda csak az érkező járatok jönnének, illetve az indulók. A busztárolása pedig a Mátyás Király utcában található, szintén egy félig megépült úgymond plac van, amit erre felhasználnánk. Ott tudni kell, hogy ott a Mátyás Király utcában még hiányzik egy körülbelül 250 méteres útburkolat, ami szintén kiépítésre kerülne ennek a keretén belül. És a MÁV felvételi épületnél itt viszont egy kis buszfordulót alakítottunk ki, ahol 4 induló busz kerülne elhelyezésre, azért, hogy ez az intermodalitás valamilyen szinten mégis megvalósuljon itt a vasúti közlekedéssel. Itt szintén figyelembe vettük ugye a vízházat, és mintegy ezt körülölelve alakulna ki egy kis térjellegű kialakítás. A hármas változat az gyakorlatilag az egyes változat kialakítását tükrözi, tehát a legelső 1.1-esét, azzal a tovább gondolással, hogy a Simor János utcában, mivel tudjuk, hogy azért a város központhoz az nyilván sokkal közelebb van, és az utasoknak valahogy be kell jutni, tehát azzal az elgondolással értünk, hogy a meglévő buszpálya udvarnál megtartanánk pár darab induló helyet, és gyakorlatilag ezzel kicsit egy intenzívebb kapcsolat jönne létre, ugye a városközpont és a vasúti végállomás között. Számba vettük azt a lehetőséget is, hogy itt a Tesco áruház melletti parkolót felhasználtuk, viszont a MÁV felvételi épületnél, a kihúzó vágányoknál lévő területhez úgymond nem nyúltunk, de ez gyakorlatilag egy alapesetnek fogható fel. A megtérülések, de ezt majd a közgazdász kolléganő ebben ismerteti, hogy innen származtathatók leginkább. Ebben az esetben a MÁV felvételi épület előtt, ami jelenleg is megvan, kis pici tér, ott fordulnának meg a buszok, ami cipőkanállal férnek bele, nem elégíti ki azt az igényt, amit a vértes volán támasztott, ám gyakorlatilag egy lehetséges megoldást jelent. A változatokról röviden ennyit szerettem volna mondani, és akkor át is adnám a szót a közgazdász kolléganőnek. Köszönöm szépen. Akkor ugye a változat, szerintem ezen mehetünk tovább, szerintem, ha már a változatokról szó esett, akkor, és láttuk ezeknek a rajzi kidolgozását, akkor én most ilyen közgazdász módra mondanám el a változatok jellemzőit. Ugye mivel tudjuk, hogy a városnak van egy megállapodása a Tesco-val, ezért mi azt mondtuk, hogy fejlesztés nélküli esetnek azt tekintettük, hogy ebben a megállapodásban foglaltak megvalósulnak,
és ez az úgynevezett projekt nélküli eset, tehát a felvázolt 3 plusz 1 változatot, azt ehhez az esethez viszonyítottuk, és így választottuk ki a legjobb változatot, ami a bemutatottak között, ahogy erre már utalt is Anikó, az első változat, illetve az 1.2 változat, tehát annak a második alváltozata. Hogyha megyünk tovább, akkor a műszaki tartalomról itt nem beszélnék, csak itt a szép képek a rajzokhoz képest. Utána viszont néhány szót arról, hogy ez a kiválasztott változat, ez mekkora hasznot hoz. Látható, hogy ez az alapesethez képest 441 utasóra per nap megtakarítást eredményez, tehát a Tesco mellett elhelyezett autóbusz pályaudvarhoz képest igen jelentősen lerövidül az utazási idő a kiválasztott változatba. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ez valamennyi járműkilométer növekedéssel jár, tehát a buszoknak többet kell fordulnia. Ez részben azért is történik, mert ugye jelen pillanatban a helyközi járatoknak van helyi járat funkciójuk is, tehát ez egy picit ilyen kombináció eredménye, de ezt nagyon halkan mondom, hogy az a közszolgáltatási szerződés keretében, ami helyközi járatra vonatkozik, egy picikét lát el ilyen funkciót is. Itt, amikor a forgalmi hatásokat becsültünk, akkor fel kellett tenni menetrendet a buszjáratokra vonatkozóan is, és arra is, hogy hogyan változzanak meg a járatszámok. Ezt részletesen kifejtettük, ezt hosszasan egyeztettük a Volán képviselőivel, illetve a város képviselőivel, akik az előkészítésekben nekünk segítséget nyújtottak, és itt látható, hogy napi 4 járat Pilisszentkereszt felől, 12 járat a 11-es számú főúton Komárom felé, napi 180 járat a 111-es számú főúton Dorog felé, tehát ez mutatja is, hogy honnan jön az utazás fő áramlata, és 20 járat közlekedik Esztergom vasútállomás, Visegrád és Budapest útvonal, tehát jóval kevesebb ott az utazási igény, és 20 járat közlekedik Dorog és Esztergom Vás belváros és Pilismaróti Vám megállók között. Tehát igyekeztünk úgy megszerkeszteni ezt a menetrendet, ami a tényleges forgalmi igényekkel összhangban van, amit forgalomszámlálások keretében mértünk fel. Azért azt meg kell jegyezni, hogy ennek a munkának az időzítése olyan szempontból nem túl szerencsés, hogy a forgalmi modellt készítő kollégák kicsit nyűgösek voltak, hiszen azzal, hogy a 2-es vasútvonal felújítása éppen most van folyamatban, ezért gyakorlatilag, amit most meg lehet számolni, forgalmat, az ugye egy eléggé torzított forgalom. Tehát itt a tényleges számlálási eredményeket mindenféle szakértői együtthatóval szoroztuk, ami korábbi utasfelvételek és korábbi egyéb információk alapján próbáltunk valami fajta tényleges képet kapni, és nem pedig ezt a torzított felmérés eredményeit egy az egyben használni. A projekt intézményi hátteréhez szeretném azt mondani, hogy javaslatunk szerint a projekt megvalósítására egy konzorciumot kellene létrehozni. Ez a konzorcium a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, rövid nevén NIF ZRT-ből, a MÁV ZRT-ből, illetve a Vértesvolán ZRT-ből állna. Esztergom város természetesen igen hangsúlyos támogatói szerepet kapna ebbe, hiszen a városi közlekedéshez is ugye szorosan kapcsolódunk. Továbbá még támogató szervezet a MÁV Start, aki a személyszállítási szolgáltatást nyújtja a
vasútvonalon. Továbbá, mint a tulajdonos magyar állam képviselője, az MNV ZRT, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT lenne támogatóként benne ebben a projektben. Nagyon fontos, hogy mivel ez EU támogatással tervezett a megvalósítás, így a létrejövő új eszközök tulajdonjoga az állami tulajdon lenne, és utána kerülne vagyonkezelésbe a különböző felhasználók, illetve különböző üzemeltetőkhöz, elsősorban MÁV ZRT, vagy ami akkor majd a MÁV ZRT-ből éppen vagyonkezelőként az állomás tekintetében működni fog. A Volán ZRT-hez, ami ugye a regionális Volán jelen pillanatban, és a NIF ZRT, tulajdonképpen ő ugye fejlesztő szervezetként, ő nem jutna működtetői szerephez, tehát ő hozzá vagyonkezelői jog sem kerülne, tehát a konzorcium az a megvalósításra létrejövő konzorcium lenne, majd amikor a beruházás megvalósul, a működtetést utána meg kell osztani a vasúti funkció és a buszközlekedési funkció között, illetve hát amennyiben esetleg valamikor egy helyi közlekedés is helyreállna, akkor értelemszerűen a helyi közlekedés lebonyolító szervezethez is kerülne működtetési jogosítvány és költségviselési kötelezettség. A költségviselésre vonatkozóan, hogy milyen alapelv szerint menjen a működtetés költségeinek a megosztása, az még kitalálandó, alapvetően nem olyan nagyon egyszerű. Szoktuk utasszám alapján megosztani, de ez nem biztos, hogy szerencsés, tehát ez még egy picit lehet, hogy érdemes ezen gondolkodni és finomítani, hogy a működtetés során a létrejövő új épületek, illetve eszközök működtetési költségeit hogyan kell megosztani a vasúti és a közúti közösségi közlekedés között. A működtetésről beszéltem így, a beruházás maga, és akkor lehet, hogy már mehetünk is tovább a... Igen, azt kérném, hogy egy kicsikét gyorsítsa a tempót. Igen, a pénzügyi jelenzésre valószínűleg... Az önkormányzat szempontjából érdekel, hogy a egymás között hogyan osztják fel, az mondjuk egyelőre még nem annyira. Igen, azt mondom, hogy kicsit sajnos, hogy egyelőre az önkormányzatot ez még annyira nem érdekli. Tehát a pénzügyi jellemzés, ami valószínűleg itt most meg tud jelenni, a beruházási költségek tervezői költségbecslésen alapulnak értelemszerűen, és még tanulmányterv szintű a műszaki megalapozottság, tehát ez a költségbecslés még jelentősen finomodhat az engedélyes tervek készítése során. A működési és üzemeltetés működési költségeket azt a rendelkezésre álló tapasztalati adatok alapján becsültük. Elsősorban a megnövekedett járműkilométer az, ami működési költségnövekedést okoz a projekt működése után. A projekt pénzügyi teljesítmény, közgazdasági teljesítmény mutatói azt mutatják, hogy ezt a projektet érdemes megvalósítani, a társadalmi hasznai több mint kétszerese a társadalmi költségeknek, de hogy a pénzügyi támogatási arányra menjünk, a támogatási arány 100%-ra jött ki, ez jövedelemtermelő projektnek minősül, de a támogatási arány 100%, tehát ilyen értelemben a beruházási költségeknél költségviselésről, vagy költségviselési megosztásról nem kell beszélnünk, hiszen EU-s támogatási forrás jelen elképzelések szerint, ami a beruházást finanszírozza, és így nem szükséges önerőt biztosítani hozzá a megvalósító konzorcium részéről ebben a ezen számítások szerint. Amennyiben az új EU-s támogatási rendszer, támogatás számítási módszertana nem változik, tehát ezt azért így hozzátenném, hogy ez a jelenlegi szabályok szerint számolt támogatás. Esztergom önkormányzat szerepe ebben,
Jelen pillanatban, amit mi terveztünk, hogy azért végül is Esztergom lakóinak azért ez egy többletszolgáltatást kell, hogy nyújtson, ami nyilvánvalóan azért, ha azt tekintjük, hogy jelen pillanatban, ami nagyon komoly megoldandó probléma Esztergom város szempontjából a buszpályaudvar jelenlegi helyzete. Nem túl szerencsés állapot, bár megjegyeznénk, hogy az utazó közönség szempontjából nagyon jó helyen van, tehát azért ez tagadhatatlan, hogy a különböző változatokat, amikor néztünk, azért az utazó közönség egy része utazási idő növekedést kénytelen elviselni, tehát ezért fontos, hogy számukra egy megnövekedett színvonalú szolgáltatás legyen, de nyilvánvalóan azért a jelenlegi buszpályaudvar az nem megfelelő helyen van, nem megfelelő körülmények között működik, tehát azt a problémát meg kell oldani. Javaslatunk ezt megoldja. Ugyanakkor szeretném jegyezni, a projektnek nem része, hogy a jelenlegi buszpályaudvar területével mi történik, tehát ezzel a projekt így nem foglalkozik. Hozzátett Esztergom városától, amit tulajdonképpen kellene a projekt megvalósítása, az egyrészt rendezési terv módosítása szükséges, a bemutatott nyertes műszaki változat megvalósításához, tehát ez szükségessé válik, illetve van bizonyos területek, amelyek Esztergom önkormányzati tulajdonban vannak, és azokon elsősorban útfelújítás történik, tehát ahhoz hozzá kell járulni, illetve a vasútállomás területén, kisebb területeken ott bizonyos olyan fejlesztések történnek, ami épület vagy eszköz, ahhoz is hozzá kellene Esztergom városának járulnia, hogy a projekt meg tudjon valósulni. Tehát jelen pillanatban ezek a szerepkörök Esztergom város számára, és köszönjük a figyelmet. Én is köszönöm, és azt még, ha elmondaná, hogy az időbeli ütemezésre mit gondolnak, mert gondolom, hogy itt mindenki azt gondolja, hogy majd holnap elkezdődik ez a projekt, hát azért ki kell, hogy ábrándítsam a hallgatókat, tehát hogy mégis annyit tudnának mondani, hogy mi ennek az időbeni megvalósítási ütemterve. Üdvözlöm a kedves megjelenteket, én Szentkereszti Sándor vagyok, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT képviseletében. Gyakorlatilag ennek a projektnek a megvalósítását most kezdjük el megvalósíthatósági tanulmány szinten. Amikor döntés születik arról, hogy melyik verzió az, amit támogatni tudunk, illetve melyik a legjobb változat, ezt tovább tervezi a már megkötött megbízás alapján a UvaTerv ZRT. Elkészülnek az engedélyezési tervek, az engedélyezés lebonyolódik, és gyakorlatilag az építés az a 2014-20-as EU ciklus alatt a mi reményeink szerint 2015-ben elkezdődhetnének. Jó, köszönöm szépen. Megkérdezem akkor a képviselőket, van-e kérdésük, kérésük, hozzászólások, illetve ha jól értelmeztem, akkor ugye Esztergom város önkormányzatának az 1.2-es, mind műszaki, mind gazdasági szempontból hát jónak mondott változat mellett kellene, hogy letegye a voksát, vagy lehet más mellett is, illetve megkérdezem, hogy kinek milyen véleménye van, esetleg kérdése a tervezőkhöz. Nem látok. Tessék, Nyíri Attila. Köszönöm szépen a szót, polgármesterasszony. Nagyon örülünk, hogy Esztergom városa ilyen nagy beruházás előtt van. Mindig jó, ha gyarapodik a város, különösen, hogyha nem saját pénzből kell ezt kigazdálkodni. Bár el kell mondjam, az előzményekben azért mindezt mondjuk a városnak egy ilyen 30-40 milliójába került volna, és itt lenne néhány kérdésem, hogy például azt mondja, hogy azt hallottuk előbb, hogy épületrészek és nyilván az ingatlanok itt van, kimondottan 6 kiemelten védett régészeti hely is ezek között, amit át kellene gondolom engedni Esztergom város önkormányzatának. Ezt mondjuk a forintra váltjuk mennyi.
aztán itt a határozati javaslatban is, mielőtt döntenénk vagy szavaznánk, az egyes pontban igazából nem mondja azt, hogy vajon melyik változat, most már hallottunk legalább 4 vagy 5 fajta változatról, hogy igazából melyik változatot akarnánk. Ez rajtunk függ, tehát mi döntjük el, hogy melyik változatot szeretnénk, vagy ezt önök döntik el, mert akkor most, hogy itt 5 változatot láttunk, akkor nem tudom, hogy igazából, mert én még tudnék 6-at, 7-et, 8-at is beletenni egész nyugodtan, akkor, hogy akkor mi ebben a mi kompetenciánk, a döntési kompetenciánk, és amennyiben nem azt a variációt választjuk egyébként, hogy felhasználjuk a Tesco-nál kiépült részt, ezt egy szerződés szerint 110 millió forintba került a Tesco-nak, ezt adta nekünk, kérdés, hogy ebből aztán majd hogy jön ki Esztergom városa, gondolom majd ebből helyet kell állni, vagy esetleg a projektből ebbe tudnánk-e szakítani, én azt gondolom, hogy nem. Ugyanis annak idején ugye úgy indult volna a buszpályaudvar, aminek már 4-5-6 éve el kellett készülni, hogy a város megvette volna az Olán ZRT-től a régi buszpályaudvar épületét, egy 30-40 millió körül, 110-et adott volna a Tesco, és ez mellé még a Volán hozzátette volna a szükséges, hogy ebből lett volna az épület maga. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kinek van még kérdése, bár ha jól értettem, de akkor arra majd legyenek szívesek válaszolni. Az 1.2-est javasolják minden szempontból. A kérdés az, mi van akkor, ha más szeretnének, de akkor gondolom én indokolni is kell. A másik, hogy az 1.2-esben éppen azért került a mi kérésünkre a Tesco melletti már elkezdett beruházás, hogy ez ne terhelje ezt a projektet, hanem próbáljuk meg a meglevő erőforrásokat együtt egy optimális gazdasági modellbe bedolgozni. Ivanov Mihály. Köszönöm szépen. Ennek nagyon örülök, hogy a holdpontról elmozdult ezt a Esztergomot régen nyomasztó téma, ugyanis a Simorjáns utca már annyira terhelt az ottani buszok által, hogy nincs olyan épület, ami ne lenne megrepedve. A mostani új helyszínnek kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, én nagyon jónak tartom, csak lenne egy-két észrevételem ezzel kapcsolatban, ugyanis a Virágos utcával kapcsolatban, szóval ez másodlagosan került szóba, hogy ha a Kincses patak mellett nem jönne létre esetleg a bekötő út, akkor a Virágos utcát is felhasználnak ebbe a projektbe. Hát ezt nem javasolnám, ugyanis a Virágos utca, Bartók Béla utca és a Budapest utca nemrég lett felújítva, egy ragyogó, szinte a Komárom megyéb egyik legszebb környezet, és pihenő övezetté lett azóta nyilvánítva. A Virágos utcán van egy olyan műtárgy elhelyezve, ami a csapadék víz áttemelést segíti, és ez elfoglalja tulajdonképpen az úttest egy részét, azaz ott a Bartók Béla és a Virágos utca sarkán egy sávra szűkül le az úttest. A másik, ami észrevételem, és ami szintén nem indokolja a Virágos utcán való elvezetést, hogy az elmúlt években a szocialista kormány a vasúton töltőállomást hozott létre több 100 millió forintért. Nagy lakossági fórumokat tartottunk, mert a lakosok tiltakoztak annak idején, de nem volt foganatja. Most akkor ez el lenne bontva, vagy fel lenne számolva, ugyanis ott folytatódva, és ott történik a mozdonyoknak a töltése. A Kincses patakon kívül ennek rendkívül örülök, ugyanis ez nem valóban úgy, ahogy a hölgy elmondta, hogy nem terheli a városi forgalmat, ugyanis az előző számlálások, nem tudom önöknek mennyire a pontos a mostani busz forgalommal kapcsolatos számlálásuk, ugyanis egy busz többször teszi meg naponta az utat. 500 busz számoltak nemrég, azt hiszem hány éve, 4 éve volt egy ilyen számlálás, elég nagy mennyiségű busz terheli ezeket az utakat, főleg a Kisjáns utcát. És azért nem tartanám szerencsésnek, a Virágos utcát bekötnék ebbe a projektbe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor azt kérdezem meg a tisztelt képviselőktől, hogy az Ivanov úr hozzászólása is azt erősítette, hogy az 1.2-es terv mind műszakilag, mind gazdaságilag megfelelőnek tűnik, hogy kinek van esetleg ellenvéleménye, mert csak akkor térünk rá arra, hogy mi van akkor, ha nem ezt szeretnék megszavazni. Nem látok ellenvéleményt, akkor tessék Batyikné Csőke Ágnes Erzsébet. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Én kérdezni szeretnék, ugye a Tesco áruház mellett a parkoló és a másik oldalon ott van egy komplex oktatási intézmény.
Komárom, Esztergom megye legnagyobb létszámú fogyatékos gyermekeket oktató intézménye. Itt hallottuk és láttuk, hogy forgalmi hatáselemzés történt. Én, mint pedagógus aggódom, tehát, hogy készülnek-e olyan tanulmányok, amely környezetszennyezés, zajártalom és az iskola, hiszen a Dobogókői út, a Tesco részén az autóbuszparkoló, és hátul pedig egy összekötő forgalmi úttal van határolva. Tehát ezt én gondolom, hogy nagyon komolyan önök körbe fogják járni. Köszönöm szépen. Jó, megkérdezem a tervezőket, tudnak erre megnyugtató választ adni? Megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk, ennek keretében is az egyes változatok összehasonlításánál vizsgáltuk a környezeti hasznokat is, illetve környezeti károkat is, és évformán, amit ezen a szinten figyelembe lehet venni, azt figyelembe vettük, és az ennél jóval részletesebb vizsgálat, az pedig az engedélyes terv készítőinek lesz a feladata, tehát őnekik konkrétan ugye környezetvédelmi munkarészeket is el kell készíteniük, tehát ilyen értelemben ők sokkal részletesebben ezt vizsgálni fogják, de a forgalmi hatásoknál néztük ezt is, ezeket a változatokat is, és bocsánat, csak egy pillanatra visszamehetett az üzemanyag töltőnél is, ugye a kettes vonal villamosításra kerül, tehát ilyen értelemben akkor funkcióját veszti ez, és áthelyezésre kerül. Tehát ez csak egy... Jó, megkérdezem, van-e még valakinek kérése, kérdése, hozzászólása? Nem is látom. Nem látom, akkor tessék, Németh József. Köszönöm a szót. Jónak tartom az elképzelést. Igaziból az késztetett szólásra, hogy Batyiknénak szeretnék válaszolni, ő minden nap kijár abba az intézménybe, hisz ott oktat. És ez a terv, amiről itt hallottunk és láthattunk, ez az 1.2-es terv, ez legalább 30 és 50 méterre húzódik az iskola területének a telek határától. Tehát ilyenképpen ez a kérdés okafogyott. Köszönöm. Jó, megkérdezem, kinek van még hozzászólása? Nem látom, akkor szavazásra teszem fel a kérdést úgy, hogy a képviselőtestület úgy dönt, hogy az Esztergom intermodális csomópont megvalósítását bemutató tanulmányterv 1.2-es szerint támogatja, illetve a képviselőtestület kezdeményezi, hogy az Esztergom déli városrész helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendeletet és az ezzel összefüggő település rendezési eszközök módosítását kezdje el. Aki ezt támogatni tudja, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak! Tizenkét igen, egy tartózkodással elfogadták, köszönöm szépen, és azt kérték, hogy szerelhessék le a bemutatóhoz használt eszközöket, tehát 6 órakor folytatjuk tovább a képviselőtestület ülést. Kérem, hogy legyenek szívesek helyet foglalni, 6 óra van, a megjelent, illetve maradt képviselők kapcsolják be a készülékeiket. Jó, kérem, hogy a képviselők kapcsolják be készülékeiket. Kérem, hogy még legalább 2 képviselő kapcsolja be készülékét. Jó, köszönöm szépen, miután legalább 10 jelezték, hogy itt vannak. Egy kis figyelmet és csendet kérek a hivatal részéről is. Akkor a következő napirendi pont tárgyalásával folytatjuk. Ez a magvető szoborral kapcsolatos döntés, előterjesztő Zoltai Dániel. Tessék! A múltkori testületi ülésen ugye
különböző körülmények miatt tévesen lett a szavazás, tévesen lett megszavazva az előterjesztés. Mi kértük aljegyző urat, azt hiszem, akkor még ő volt az aljegyző, hogy hagyj szavazzunk újra, amire az SMS engedélyt is adott volna, ennek ellenére nem sikerült, úgyhogy majd behoztuk a következő testületi ülésre, de az megszakításra került, így most ezen a testületi ülésen szeretnénk akkor fenntartani azt az álláspontot, amelyet Zoltai Dániel terjesztett elő, mely szerint a magvető szobor kerüljön a Kossuth térre, cserébe a Kossuth-os szobor kerüljön a Primás-sziget csúcsára. Nem kívánom tovább részletezni, ez az előterjesztés lényege, nem változott semmit. Hogy kérdezzem meg, akkor ez egy új előterjesztés? Most jön a csűrcsavar, direkt polgármester asszony, gondolom most meg akarja csűrni, csavarni. Ha akarjuk, akkor én átírom 2013. augusztus 29-re. Egyben egy megjegyzést szeretnék odaírni, hogy az előző határozatot pedig visszavonjuk. Az előző határozatot pedig kérem, hogy a hivatal munkatársai keressék elő, és aszerint akkor kerüljön ez hatályon kívül. Akkor kérem, hogy ezt a módosító javaslatát írja le, mert akkor ez ugye új előterjesztésnek minősül. Időközben elmondom, hogy Dombóváron megérdeklődtem, hogy ott a Kossuth szobrot milyen módon és hogyan adnák vagy nem adnák át az országgyűlés hivatalának ugyanilyen célból. Kiderült, hogy nekik is felajánlották ezt a Kossuth szobrot, tehát nem tudom, hogy önök akkor ezt mire alapozzák, hogy mi kapnánk meg. Valamint ott a képviselő testület, miután a fideszes honatyák tartózkodtak, nem adták oda a szobrot, de még pénzt kértek azért, hogy mintát vehessenek, illetve a közterületet, amikor a mintavétel megtörténik, foglalják, majd pedig a felújítási, restaurálási díjat is kérték, hogy az országgyűlés hivatala térítse meg. Én úgy gondolom, hogy a mi módosító határozatunk, hogy mintát vehetnek róla térítésmentesen, egy nagyon kedvező ajánlat az országgyűlés hivatalának. Természetesen ugye tisztában vagyok azzal, hogy Zoltai úr bizonyára jó kapcsolatokkal rendelkezik, tehát miénk lesz az a szobor és nem Dombóváré. Jó, megvárjuk akkor, hogy új előterjesztés legyen ezeket a módosításokat. Összefoglalva ugye ez azt jelenteni, hogy az önkormányzat képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy a magvető szobrot az állam elvigye, és cserébe a Kossuth szobor kerüljön ide. Egy kis türelmet kérek, bizonyára rögtön elkészül a módosító javaslat, vagy illetve az új előterjesztés. Hozzájöttem még egy határozati javaslatot. Jó? Jó. Akkor megkérdezem, hogy van-e ehhez valakinek hozzáfűzni valója? Nem látom. Akkor az új előterjesztést, ami így szól. Esztergomváros képviselőtestülete úgy dönt, hogy Zala György magvető szobrát felajánlja az országgyűlés hivatalának, cserében Esztergomvárosa a budapesti Kossuth téren álló kisfaludi Stróp Zsigmond Kossuth Lajost ábrázoló szobrát kapja cserébe, melyet a Primás-sziget csúcsán kíván elhelyezni. A szobrok elszállítási, felállítási, valamint egyéb felmerülő költségeit az országgyűlés hivatala fedezi. Majd pedig a kiegészítés az, hogy Esztergomváros képviselőtestület visszavonja a 288/2013 6. 20-ai önkormányzati határozatát. Nyíri Attila. Köszönöm szépen a szót. Akkor egy picit pontosítani, előbb a legelején egy picit keveredés volt itt a szobrok környékén. Tehát akkor Dombóváról is a eredeti szobornak a részét vitték volna, tehát nem a Kossuth szobrot, hanem most én akkor azt tényleg megkérdezném, hogy ezt a Kossuth szobrot, ha felajánlották Dombóvárnak, és ott nem kellett, akkor most mi kapjuk? Tehát ez így igaz, vagy ez másképp igaz? Hát nem tudom, valaki tud-e valamit mondani, mert én úgy az a információm, hogy Dombóvár elutasította ezt a Kossuth szobrot, neki nem kellett magyarul. Akkor nekünk kell. Jó, köszönöm. Jó, megkérdezem, hogy Zoltai úr tud-e esetleg valamit mondani?
nem kíván Zoltai úr hozzászólni, hanem látok más hozzászólást, akkor ezt felteszem szavazásra. Aki ezt így tudomásul veszi és támogatja, hogy Esztergom városa önként felajánlja ezt a szobrot, akkor igennel szavaz, ha másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak! Hét igen, két nem, négy tartózkodással megszavazták, és miután ez egy új előterjesztés, ezért vétójogommal élek, miután ez az önkormányzat érdekeit súlyosan sérti. A következő napi rendi pont a parkolással kapcsolatos döntések. Megkérdezem az előterjesztőt, Stein Balást, hogy mi az előterjesztésének a lényege. Már többet nem kívánok hozzászólni, azt hiszem a sajtóból mindenki értesült erről a előterjesztésről. Jó, tehát az előterjesztése az így hangzik, Esztergom város önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy az árviszi veszélyhelyzetben az önkormányzat rendelete szerinti esetekre a pótdíj kiszabását elengedi, és utasítja a Grand Parkoló Kft-t, hogy az erre az időszakra vonatkozó befizetett pótdíjakat 60 napon belül fizesse vissza, illetve a második határozati javaslat, hogy a képviselő testület úgy dönt, hogy az aljegyző vizsgálja meg, hogy az első határozati javaslat végrehajtásához milyen helyi jogszabályi változtatásokra van szükség. Én pedig ehhez egy módosító javaslattal élnék, miután a tegnapi nap folyamán behoztak nagyon sok aláírást, méghozzá 194 darab aláírásgyűjtő ívet, amiből 3850 darab volt, amit összeszámoltak. Itt van egy hasonló jegyzőkönyv arról, hogy ezek a aláírásommal támogatom, hogy Esztergomban a parkolás ingyenes legyen feliratú aláírásgyűjtő ívek voltak, amik természetesen nem számítanak népi kezdeményezésnek vagy népszavazási kezdeményezésnek, idézőjelben csupán egyfajta kérést, illetve az itt lakók kérését fogalmazzák meg. Ezért én módosító javaslattal élnék, és a felszíni parkolást Esztergom város területén teljes egészében szeretném, ha ingyenessé tenné a képviselő testület. Ezért erről a módosító javaslatról kérem, hogy majd külön szavazzanak, aminek az a lényege, hogy a várakozási idők mértékéről, illetve ennek ellenőrzési módjáról természetesen a képviselő testület az ide vonatkozó parkolási rendeletének módosításával biztosíthatja azt, hogy bizonyos érzékeny területeken mindenhol lehessen parkolni. Megkérdezem, kinek van még bármifajta kérdése, javaslata, módosító indítványa? Nem látom, akkor először a módosító javaslatot teszem fel szavazásra, amely úgy szól, hogy Esztergom város területén legyen ingyenes szeptember 1-től a felszíni parkolás, azzal, hogy a bizonyos zónákban a várakozási idők mértékéről készüljön majd egy rendeletmódosítás. Aki ezt támogatni tudja, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak! Zoltai úr, 4 igen, 7 nem, 2 tartózkodással nem támogatták ezt. Na akkor felteszem a Stein Balázs által kérteket, aki az előbb ismertetett 1-es-2-es határozati javaslatot támogatni tudja, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak! Tíz igen, egy nem, két tartózkodással elfogadták. Itt majd felhívom a figyelmet, hogy a végrehajtáshoz szükséges, hogy az a KFT vagy valaki, ki beszedi a pénzt, ezt minél hamarabb a pótdíjakat átutalja az önkormányzatnak, ugyanis a pótdíjak összege az ide vonatkozó rendeletünk szerint az önkormányzatot illeti meg. A következő napi rendi pont. Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki észrevételt tenni, ha jól tudom, akkor ez már másodszor van önök előtt, a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, és úgy tudom, hogy elfogadta. Megkérdezem, kinek van észrevétele, javaslata. Nem látom, aki ezt tudomásul tudja venni, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak!
4 igen, 5 nem, 4 tartózkodással, bár nem tudom, hogy mi az okuk, hogy ezt nem fogadták el, de ezek szerint ez nem nyert elfogadást. Én azt fogom kérni, hogy még egyszer kerüljön ez napirendre, ugyanis ez nem elsősorban nekünk, hanem az építési, eljárási, hatósági folyamatban, miután a járási építési hivatal is ide tartozik, bizonyos szabályok szerint, többek között ugye a dömösi építési ügyek elbírálásakor mindenképpen szükséges lenne ennek a jogszabályi hészagnak a pótlására. A következő napi rendi pont Esztergom, Szent János kút, Urkuta, Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota városrészek település rendezési eszközeivel kapcsolatos döntés. Egy pillanat, mindjárt odaérek. Ebben, miután itt bizonyos kérdésekben hát változás áll elő, ezért azt szeretnénk kérni a tisztelt képviselő testülettől, hogy az egyeztetési eljárás lefolytatásához legyen olyan szíves, és döntsön arról, hogy a lakófunkcióval vegyes hétvégi házas üdőrő terület felhasználási kategóriájába sorolja be ezeket a területrészeket, éppen azért, hogy egyrészt ne legyen Esztergom városának kötelezettsége a lakófunkcióval kapcsolatban olyan infrastruktúra kiépítéséhez, amihez nincsen jelenleg forrása, illetve azért, hogy a hétvégi házas üdülő terület besorolás is megmaradhasson az ott lakók érdekében. Stein Balázs. Ma szólt, kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert eltűnt az előterjesztésem, de az a lényeg, hogy ha jól emlékszem, számos jogszabály tartalmazott ez a változtatás. Számos paragrafust olvashatunk ebben az előterjesztésben. Én azt szeretném kérni, hogy a következő testületi ülésen, hogy minden képviselő és minden városlakó tisztában legyen, hogy mégis milyen változtatásokat érint ez abban a városrészben, legalább egy prezentációt vagy egy szemléltető ábrát szeretnénk kérni, és mutassa be a főépítészasszony, vagy valaki, aki ebben kompetens, hogy lássuk azt, hogy milyen változtatásokat, mely területeket érint, és mivel jár az a változtatás. Mert elég nehéz úgy szavazni, főleg szabályozási tervekről, hogyha nem látjuk a konkrét területet és a konkrét intézkedést. Ha lehet ezt kérni, én ezt javasolnám. Jó, nem főépítészasszony van, hanem a gyesen lévő főépítészasszony helyett megbízott főépítész van, aki foglalkozik ezekkel a témával, Krizsán Andrásnak hívják, és a főépítészi munkatársa Lux Éva az, aki ezeket gondozza. Itt azért gondoltuk, hogy ez az egyetlen egy olyan pont van, amiben döntést kellene hozni, ugyanis amennyiben 2013. december 31-ig ezt a település rendezési eszközt nem tudják elfogadni, és még nagyon sok egyeztetés van előttünk, akkor az a 7 millió forint, amit eddig kifizettünk erre, veszteségként fog jelentkezni, mert utána január 1-től az egészet át kell szervezni. Természetesen, ha úgy döntenek, akkor kérjük, hogy ezt részletesebben ismertessék. Ez tulajdonképpen a lakófunkcióval vegyes hétvégi házas üdülő terület. Ez volt az a tervezők által és a szakértők által javasolt olyan kompromisszumos megoldás, amiben sem a lakóterületi funkcióról, sem az üdülőterületi funkcióról nem kell lemondani, ám mégis lehetővé teszi, hogy a megadott határidőn belül végre elfogadásra kerüljön ez a szabályozási terv. Amennyiben fenntartja a javaslatát, akkor kérem, hogy ezt módosító indítványként fogalmazza meg. Nem tudom, hogy ez nem ügyrendi kérdés, hogy a következő testületi ülésre napoljuk el ezt a... Még egyszer mondom, módosító indítványként megfogalmazza, felteszem szavazásra. Hát én... Rendben van, akkor ügyrendiként felteszem szavazásra. Aki úgy gondolja, hogy a következő testületi ülésen döntsünk erről, igennel szavaz, aki másképp gondolja másként. Kérem, szavazzanak. Zoltai úr, kérem, hogy figyeljen. 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodással a következő testületülésen kerül ez majd eldöntésre, és akkor majd megkérem a főépítészi irodát, hogy vagy a tervezőket, vagy saját magukat hát bírják rá arra, hogy egy pici bemutatást tartsanak erről a településrendezési eszközről. A következő napi rendi pont az Életút Egyesület kérelmével kapcsolatos döntés. Itt, ha jól tudom, akkor
már volt bizottság előtt, illetve megkérdezem, hogy a pénzügyi ellenőrző és tulajdonosi bizottság tárgyalta, és mi a véleménye erről. Tessék, Stein Balázs. Pont ezzel kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hogy szeretném javasolni. Én nem tudom, hogy milyen határidőhöz vagyunk kötve, de sajnos ez nem volt bizottság ülésen, ráadásul én úgy tudom, hogy ez mai nap került föl az internetre. És eléggé nem szövevényes az ügy, de eléggé bonyolult. Szeretnénk áttekinteni és német úrral is egyeztetni az Élete Út Egyesület képviselőivel, úgyhogy ha lehet, akkor én ezt is szeretném elnapolni a következő testületi ülésre, mert nem volt bizottsági ülésen, és ma lett kész az anyag. Ja. Amennyiben nem volt bizottsági ülésen, úgy elfogadom a javaslatát, és mint előterjesztő a következő testületi ülésre áttesszük. A következő napirendi pont Esztergom Szent Tamás hegyhelyi építési szabályzat és szabályozási terv törvényességi észrevételei. Egy pillanat. Itt ugye kifogással éltek, hogy amikor elfogadásra került ez az eszköz, akkor nem minden esetben tartották be az ide vonatkozó rendelkezéseket. Ez egy egyeztetés a tárgyalásos eljárás szerint történne, és azt kérjük, hogy a véleményezési eljárás lefolytatására hatalmazza fel a képviselőtestület a polgármestert, illetve hát majd az ő a szakmai szemét, hogy ezt minden féleképpen hamar, illetve ezeket a szükséges, és hát itt elég sok bekezdésre hivatkozva jogi procedúrát tárgyalásos módon lefolytathassuk. Megkérdezem, hogy kinek van ehhez kapcsolatban, vagy ezzel kapcsolatban véleménye, észrevétele, kérdése? Stein Balázs? Csak egyet szeretnék kérdezni, hogy most az összes városrésznél ezt végig fogjuk játszani, vagy kimondottan csak a Szent Tamással kapcsolatban, mert ez egy egész koncepciónak a véleményezés, tehát egy újragondolását tükrözi én szerintem. Most nem értem, hogy a kormányhivatal akkor minden egyes városrészt majd el fogja küldeni az új kormányrendelet szerint, mert ennek meg sok értelme nincs, hogy egyesével hozzuk mindig be a testületi ülésre, és én nem tudom, hogy ez mennyi költséggel jár, de nem biztos, hogy ez így szerencsés. Pontosan azért, mert szeretnénk mind időt, mind pénzt megtakarítani, ezért kérjük, hát az egy más kérdés, hogy az állami főépítész elfogadja-e a tárgyalásos eljárást, pontosan azért, hogy ne kelljen egy sokkal hosszabb procedúrát lefolytatni, miután ezek olyan törvényi előíráson alapuló módosítások, amin szeretnénk túl lenni. Abba teljesen igaza van frakcióvezető úrnak, és az első napirendi pont is ezt húzta alá, hogy az egész városra amúgy is kell majd egy koncepcionális felülvizsgálat. Mi úgy gondoltuk már, mint a hivatal, hogy ezt olyan október-november környékén kezdeményeznénk, éppen azért, mert sok helyen látjuk, hogy probléma van. Január 1-től pedig olyan helyeken, ahol nem lesz meg az ide vonatkozó jogszabályok szerint az új rendezési terv, akkor úgyis kötelezettségünk van rá. Azt kérjük, vagy úgy látta a szakiroda, az építési irodával, hogy ahol lehet, megpróbálunk azért érvényes szabályozási tervekkel rendelkezni, azért, hogy az építési engedélyek kiadhatóak legyenek. Abba igaza van, hogy amúgy is az egészet majd januártól úgyis át kell vizsgálni. A részekben való behozásnak pedig az az indoka, hogy éppen most kaptuk ezeket a törvényességi felülvizsgálati kérelmeket. Ha nincsen módosító javaslatuk, akkor felteszem ezt szavazásra. Medgyes Tamás, tessék. Köszönöm a szót. Polgármester asszony, kérem, én nem értem a törvényességi felhívást, de lehet, hogy valamit nem látok ebben az anyagban, vagy valami elírásra került, ugyanis itt az szerepel, hogy a 2005-ben, november 5-én elfogadott szabályozási terv. Mindenféle kritika vagy személyeskedés nélkül mondom, én úgy emlékszem, hogy polgármester asszony akkoriban... Megkértem, hogy ne személyeskedjen, pontosan. És rosszul tudja, én sose voltam főépítész, mielőtt ezt tovább folytatná. Oké, tehát én nem személyeskedtem, és előre bejelentettem, hogy nem szeretnék. De úgy emlékszem, hogy mint a város által foglalkoztatott felkért szakértő, pont ebben a szabályozási tervben... Jó, mi a javaslata? ...is ön sokat dolgozott. Úgy emlékszem, hogy az ön által javasolt irodát kértük fel erre, és szerintem akkoriban... Kikérem magamnak, nem tudja állítását bizonyítani, és nem volt itt, megmondtam, és ezt változatlanul mondom.
A képviselőtestületi ülésen a személyeskedést hagyják hátra. Ha az összes képviselő ennek eleget tud tenni, akkor nagyon kérem, hogy vagy maradjon csöndbe, vagy a témához szóljon hozzá. Tehát abban az esetben, hogyha ezt folytatják, minden egyes esetben kikapcsolom a mikrofont, és arra kérem ön tisztelettel, konkrétan mondja meg, hogy ezzel kapcsolatban mi a javaslata. Tessék. Konkrétan azt szeretném, és semmi személyeskedőt nem mondtam. Emlékeim szerint az ön vélemény ebben az időben az volt, hogy ez mi a javaslata? Jó, akkor kérem, hogy haladjunk tovább. Aki ezzel a témával kapcsolatban szeretne hozzászólni, azt kérem, hogy tegye fel a kérését, és tisztelettel kérem önöket, hogy a személyeskedést minden szinten hagyják abba és fejezzék be. Medgyes Tamás, második hozzászólás, 1 perc. Köszönöm, tényleg nem személyeskedtem, polgármester asszony. Tehát akkor ön nélkül. Sokak szerint, és szerintem is, ez a legjobban sikerült szabályozási terv volt a városban, vagy az egyik legjobban sikerült részlet. Szakmai vélemények szerint. És nem emlékszem arra, hogy bármilyen akkor kötelező előírást figyelmen kívül hagytunk volna, más se vett észre ilyet, hiszen ez egy majdnem 8 évvel ezelőtti helyi rendelet. Amit itt az anyagban olvasok, és a kormányhivatalt idézi az ön előterjesztése, az remélem helyesen, az egy 2012. november 8-ai kormányrendelet szerinti hivatkozás. Erre az időpontra vonatkozóan fogadott el a kormányrendelet egy új szempontot. 7 évvel a mi rendeleti igen, megalkotás lejárt után. Az ideje, mondja el a javaslatát. Visszamenőleg nem lehet jogszerűtlenné nyilvánítani egy rendeletet azért, mert 7 évvel később egy más szempontú kormány. Mi a javaslata? Én azt gondolom, hogy itt valami félreértés van, ez a rendelet teljesen szabályos. Jó, mi a módosító javaslata? Az én módosító javaslatom az, hogy a polgármester azt mondja, erről valamilyen jogi értelmezést készítse nekünk, hogy egyáltalán ennek az előterjesztésnek a lényegét meg lehessen érteni, mert így nem érthető. Akkor legyen szíves a módosító javaslatát beadni. Hát én a jó, meg kinek van még... Ügyrendi jelleg. Jó, tessék ügyrendi. Igazán köszönöm a szót. Tehát mindaddig, amíg ezt jogilag nem tisztáztuk, hogyha most itt valaki ezt világosan el tudja mondani, ez is megfelelő. Addig szerintem erről nem szabad dönteni, mert egy több millió forintos eljárást indítunk el, pedig szerintem erre nincsen ok. Mert az akkori jogszabályoknak maximálisan megfelelő, szakmailag kiemelkedő anyag készült el. Rendben van, tehát aki azt az ügyrendi javaslatot támogatni tudja, hogy ez miután úgy okafogyott előterjesztést ne szavazzunk róla, azt kérem igennel szavaz, aki másképp gondolja elnézést, akkor Medgyes Tamást, mi az, amit fel kell tennem szavazásra? Bocsássa meg, polgármester azt mondja, én nem használtam az okafogyott szót, és tartalmilag is egész másról beszéltem. Ha ön, vagy bármely munkatársa segítene nekünk megvilágítani. Mi az ügyrendi javaslata? Elsősorban jogi szempontból, hogy ezt miért kell újra tárgyalni, akkor a következő alkalommal felvesszük napirendre. Jelenleg ne döntsünk róla, mert szerintem ez így kezelhetetlen, érthetetlen. Tehát akkor ügyrendi javaslata Medgyes Tamásnak, aki úgy gondolja, hogy ez az előterjesztés így kezelhetetlen, értelmezhetetlen, tehát nem kíván róla dönteni, az igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem szavazzanak. Nyolc igen, 2 nem, 2 tartózkodással nem szavaztunk róla. A következő napirendi pont a 11-es, a települési értéktár létrehozásával, valamint a települési értéktár bizottság felállításával kapcsolatos döntés. Kérést, illetve kérdést tettek fel nekünk, hogy kíván-e élni a települési tájegységi megyei értéktár létrehozásának lehetőségével. Az önkormányzat a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló ide vonatkozó kormányrendelet értelmében. Itt az előterjesztésben a kormányrendelet szerint leírtuk a települési megyei értéktár bizottságok létrehozására és működésére vonatkozó passzust, és ha jól tudom, akkor az illetékes bizottság úgy döntött, hogy támogatja azt, hogy majd létrehoz egy ilyet, de csak 2014-től.
Megkérdezem, kinek van ehhez kapcsolatosan véleménye, hozzáfűzni valója, javaslata. Nyíri Attila. Nem szépen a szót, polgármester asszony. A tárgyalt javaslatokból is kettő variáció van, hogy egyik ugye, hogy nem hoz létre, a másikból meg 2014-től hozít. Akkor ez mindenképpen a hatályozás, most ugye egyben nem lehet megszavazni, mert akkor ugye ellentmondás lesz. Tehát akkor külön kell vagy egyik, vagy a másik pontot ebből majd megszavazni, ha jól értelmezem. Így van, sajnos ez még egy olyan előterjesztés, amit szakmailag nem gyomláltunk ki teljesen, mert a mostani előterjesztésekben nem lesz választási lehetőség, egy javaslat lesz, ebbe kettő van, jól mondja. Az de egyes az, hogy nem hoz létre, Gábi, a kettes az, hogy csak 2014-től. Jó, ezt támogatta van ennyi, szakság. Van ennyi benne, hogy egy olyan, hogy eznek nyilván bizonyos fajta költségekkel jár. Körülbelül lehet erről tudni, hogy ez milyen költségei vannak ennek. A másik meg az, hogyha a megyei értéktár tulajdonképpen létre van és működik, ennek megint egyfajta felmenő rendszere van, vagy csak összegzi a megyei rész, vagy a megyei rész elleg megteszi azt, hogy ezeket a helyeket is felmérjem, akkor igazából nem nagyon érzem, hogy akkor szükség lenne, hogy ezt a megye ezt elvégezni. Ha csak egy rendezői szerepe van, csak egy összefoglaló szerepe van, akkor viszont el kéne azon tényleg gondolkodni, hogyha ár arányérték összefüggésében, akkor viszont, hogy ezt akkor megfontolandó, hogy valóban ezt a testület létrehozzuk-e. Tehát az lenne a kérdés, hogy ez kiváltóan milyen összegbe kerül, és hát gyakorlatilag ugye hát ez folyamatos működés lesz ebből, tehát évenként, gondolom évenként valamilyen összeget kell erre biztosítani, hogy körülbelül mennyi lehet ez, köszönöm. Jó. Miután így szól a kormányrendelet, hogy az Értéktárbizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselőtestülete határozza meg, három bizottságból ez áll a tagság, akár ingyen is végezhetik ugye ezt a munkát a kijelöltek, és a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyvitelő feltételeket a helyi önkormányzat maga biztosítja. Itt a kérdés ugye az, és úgy láttuk, hogy vagy legalábbis a bizottság is így értékelte, hogy idén erről nem lehet szó, valamint szerettük volna nyitva adni a lehetőséget, hogy majd esetleg létrehoz egy ilyen bizottságot. De önök természetesen eldönthetik azt is, hogy nem kívánnak ilyet létrehozni, miután nekünk ezt le kell jelenteni a Komárom-Esztergom megyei értéktár bizottsághoz, de úgy is dönthetnek, hogy hát majd a megyei értéktár bizottság fogja ezt a munkát át. Tulajdonképpen lehetőséget biztosítunk önöknek, hogy döntsenek valamit. A kettes határozati javaslat végül is ezt a döntést a következő évre kicsit kitolja, de akár az egyeset is választhatják. Mindent az önkormányzat határoz meg a képviselőtestület, amennyiben a kettes napi rendi pontot választják, természetesen akkor magáról a bizottságról, annak a működéséről az illetékes szakiroda készít majd egy ajánlatot, vagy a bizottság tesz egy javaslatot. Stein Balázs ügyrendi. Tényleg nem kekeckedésből mondom, és lehet, hogy én tudom rosszul. A határozati javaslat, a formai okokra szeretnék most rátérni. A határozati javaslat nem jól van megszerkesztve, hiszen két határozati javaslat. Ja, ezt mondtad. Tehát akkor én szerintem úgy kéne, hogy mindenképpen át kéne számozni. Egyetértünk, ezt mondtam, jó, hogy ez rosszul lett, tehát van az egyes határozati, jó, javaslat és a kettes határozati javaslat, tehát ezzel egyetértünk. Kinek van még tartalmi észrevétele, hozzászólása? Nem látom, akkor a kettes határozati javaslatot teszem fel szavazásra, miután a bizottság ezt támogatta. Aki tudomásul veszi, illetve támogatni tudja, hogy Esztergomváros önkormányzatának képviselőtestülete létrehozza az Esztergomi Értéktár Bizottságot a 2014-től kezdődő költségvetési évben, melynek működéséhez majd a jövő évi költségvetésben biztosít pénzügyi keretet, az igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Tizenegy igen, egy tartózkodással létrehoztuk. Köszönöm szépen, és akkor majd kérem a szakirodát, hogy azért egy hónapon belül ez újra kerüljön ide, már akkor, hogy a képviselőtestület el tudja dönteni, milyen feltételekkel működik, illetve kérem a tisztelt képviselőtestület tagjait és a hallgatóságot, aki úgy gondolja, hogy ebben a bizottságban szívesen részt venne, az legyen olyan szíves, és Lux Éva kolléganőnél jelezze ezt.
A 13-as napirendi pontban a Klebersberg intézmény fenntartó központ fenntartásában levő Kőrösi László középiskolai kollégium közétkeztetésének biztosítása történik. Erről ugye átmenetileg már döntött a tisztelt képviselő testület, de miután jön a szeptember, ezért újra kellett megkérdeznünk, hogy kik azok, akik vállalnák ezt a gyermekek étkeztetésének biztosítását, miután ez ugye ide vonatkozóan az önkormányzat feladata, és ezért három ajánlatot kértünk be. A három ajánlatot a Hungaszt Kft., a Bőségkonyha BT, illetve a Komárom-Esztergom megyei integrált szociális intézmény adta, miután jelenleg is a területen ők végzik ezt a szolgáltatást. A Hungaszt Esztergom Kft. A reggeli ebéd vacsorával összesen 1321 forint plusz áfa, a Bőségkonyha ugyanerre 775 forint plusz áfa, még a Komárom-Esztergom megyei ISZI 960 forint plusz áfát adott, így értelemszerűen a legjobb ajánlatot javasoljuk a tisztelt képviselőtestületnek elfogadásra. Kinek van hozzáfűzni valója a kérdése? Nem látom, aki ezt tudomásul tudja venni. Igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Tizenkét igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. A következő napirendi pont az önkormányzat és a Várszínház kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft.-vel megkötésre kerülő megállapodás. Miután... Itt egy pillanat, itt nincs nálam az előterjesztés, kérek egyet. Köszönöm a közszolgáltatási szerződés biztosítására a Nonprofit Kft.-vel. Nem egész évre kötötte meg az önkormányzat a szerződést, ezért a képviselő testületet, ha megszavazza, akkor arra kérik, hogy 7 155 000 forint összeget a 2013 évi költségvetésbe tervezzen bele, illetve a Várszínház Kultúrmozgó Nonprofit Kft.-vel a szeptembertől decemberig tartó feladat ellátásait így módon finanszírozza. Kinek van kérdése ezzel kapcsolatban? Petróci úr. A 2012 évi idő arányos kerettel szerepel, és miután annak része volt, ezért természetesen ebbe beleérthető. Hát Kálmán Sándor elnök urat megkérdezheti, valószínű, hogy igen, de miután a 2013 évi költségvetés, de jól mondja, elfogadásának az ideje, akkor a 2013 évi önkormányzati költségvetés terhére, ha elfogadásra kerül, úgy kerül beépítésre, ha nem, akkor pedig értelemszerűen az alapján. Köszönöm a kiegészítést. Kinek van még kérdése? Nem látom, aki ezt így tudomásul tudja venni. Igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Tizenegy igen, egy tartózkodással elfogadták. A következő napirendi pont a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés. Itt... Ahogy látom, csupán ugye 3 forintról van szó, ugye ez az 502-es, 500, igen, 503-os. Ez azt jelenti, hogy a törvényi előírás alapján eddig 503 forintos díjat fizettek, ezt 500 forintra szükséges módosítani. Erről szól maga a rendeletalkotási javaslat, illetve kérem a törvényesség őrét, mondja meg még mi a probléma. Tisztelt képviselőtestület, a mellékelt rendelettervezetben elírásra került, már nem a helyi önkormányzatokról szóló 90. évi 65-ös van, hanem itt értelemszerűen a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 11 évi 189-es törvény 13 paragrafus 1 bekezdése szerint kell majd eljárni. Köszönöm szépen. Rendben, akkor ezt a javítást, mint előterjesztő befogadom. Németh József. Köszönöm. A bizottságunk ezt az előterjesztést a
mai napon megtárgyalta. Ott is beszéltünk erről. Az előterjesztés pár mondata kicsit ellentmondásos, és ez nem az iroda hibája, az irodavezető úr hibája, hanem a hivatkozása a hivatal részéről, mert a 2008 évi 3-as törvény szerint nem felel meg a kerekítés szabályainak. Az 503 forintot felfele kell kerekíteni a törvény szerint, és nem lefele. Ez az egyik. Vagy akkor ne írjuk be a hivatkozási részt. Én elfogadom azt, hogy az 500 forint plusz áfa, mivel ez nettó összeg, tehát a tudatlannak, vagy a nem hozzáértőnek inkább így fogalmazok, ez nem tudja, hogy ez bruttó vagy nettó. Valóban az 500 forint plusz 27%-os áfa az egy olyan összeget ad, ami könnyebben kezelhető a hóvégi befizetésekkor a szülők részéről az intézmény felé. Egyébként támogatom az előterjesztést, köszönöm. Akkor van valami módosító javaslata? Most mondtam, hogy támogatom az előterjesztést. Rendben van. Köszönjük a kiegészítést. Van-e még valakinek hozzáfűzni a valója? Nem látom. Aki ezt elfogadja, tudomásul veszi, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Tizenegy igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. A 16-os napirendi pont Esztergomváros önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2012 évi átfogó értékelés. Megkérdezem a bizottság elnökét, hogy tárgyalták-e és mi erről a véleményük. Tessék. Bizottságunk nem a mai napon, hanem ezt még két héttel ezelőtt tárgyalta, ezt az előterjesztést. Ez a törvények szerinti, vagyis a rendeletekben és a törvényekben leírtak szerint kötelező feladata a gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatok ellátását végző intézményeknek, nevezetesen a gyermekjóléti szolgálatnak, a családok átmeneti otthonának és a bölcsödének. A bizottság átnézte a beszámolót, ami a 2012-es évre vonatkozott, szakszerűnek, tartalmasnak, kiegészítőnek találta. Az ott feltett kérdésekre, mivel a bizottságunk egyik tagja, a bölcsőde vezetőhelyettese, válaszokat kaptunk, én elfogadásra javaslom a képviselőtestület felé ezt az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megkérdezem, kinek van kérdése, esetleg valamilyen javaslata, észrevétele. Nem látom, aki ezt így tudomásul tudja venni. Igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Tizenegy igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. A következő napirendi pont javaslat a parkolás rendjéről, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló rendelet módosítására, ami a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban történt. Itt az előterjesztés hát elég vaskos, ami azt jelenti, hogy több ponton az ide vonatkozó jogszabályok hát ellentétes részeket talált benne a kormányhivatal, és ennek megfelelően átdolgozásra került ez a rendelet. Így megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kinek milyen észrevétele van, illetve látom, hogy Stein Balázs jelentkezik. Tessék. Köszönöm. Ugye ez a levél ez február 13-án jött idén, majd jött újból augusztusban még egy, most már Holicska Judittal egyeztettem, hogy ugyanaz a törvényességi mind a kettő. Azt hiszem, valamelyik testületi ülésen, talán a februári testületi ülésen mi egy módosító javaslatot adtunk be ezzel kapcsolatban, tehát ezt továbbra is fönntartom, hiszen ugyanaz a kettő tartalma, a két törvényességi észrevétel ugyanaz a tartalommal jött vissza. Ezért én ezt fenntartanám, de mivel olyan rég volt ez a testületülés, én megkérem a Grand Parkoló Kft-nek a ügyvezetőjét, hogy mondja el a rendelet módosításokat, hiszen az ő gyakorlatai, tapasztalati alapján szeretnének ők is hozzászólni, és mi ezt szeretnénk képviselni, hiszen a hétköznapi gyakorlat sokszor bonyolultabbá teszi a helyzetet, úgyhogy
Én szeretném tanácskozási joggal, hogyha kell, akkor szavazzunk róla. Balogh Zoltán urat is megszólítani ebben a kérdésben. Jó. Szavazni fogunk róla, de hogy jól értsem, amit nagyon nehezen értettem. Tehát önöknek van egy másik előterjesztésük? Módosító. És az hol van? Itt. Akkor legyen szíves nekem is odaadni, hogy tudjunk róla tárgyalni. De ez már régen, ez megvolt. Februárban is. Márciusi. Köszönöm, és továbbra is fenntartják azt, hogy nem kívánják elfogadni a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban a hivatal által pontról pontra javított részt, hanem önök a saját maguk által értelmezett törvényességi módosító javaslatokat kívánják beterjeszteni. Jól értem? Hát, hogyha így nézzük, akkor igen. Én úgy gondolom, hogy a törvényességi felhívás ugye javaslatokat tartalmaz. Abból a képviselőtestület, amelyiket úgy gondolja, hogy ő ezzel nem ért egyet, mert mindjárt kiderül, hogy az élet mást mutat, akkor joga van, én úgy gondolom, módosítani. Majd, ha ezt a kormányhivatal nem fogadja el, akkor a törvényszéken a törvényszék megállapítja, hogy helyt ad, vagy pedig elutasítja. Ha pedig elutasítja, vagy helyt ad, tehát ha helyt ad, akkor érvényben van, ha elutasítja, akkor gondolom, ők megalkotják ezt a rendeletet, ahogy ők úgy gondolják. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk van egy ilyen jogunk, hogy mi is az észrevételek kapcsolatban észrevételeket tegyünk. Természetes. Hagyj kérdezzem meg, hogy... És akkor majd mindjárt megadom a szót Balogh úrnak 3 percben, hogy arra legyen szíves kihegyezni, hogy mi az, amivel nem értenek egyet, vagy mi az, amit úgy gondol, vagy gondolnak, hogy más, mint amit a kormányhivatal szeretne. Tessék. Azért. Ja. Balogh úrat. Tessék. Köszönöm. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület. Alapvetően figyelembe vettük az előterjesztés előkészítésénél a kormányhivatal törvényességi felügyeleti főosztályának a véleményét, bár azért sok esetben azt gondolom, hogy nagyon furcsa, ahogy ott a jogászok gondolkodnak. Több esetben képzavar van, itt mondanám éppen az ön által beterjesztett előterjesztés 2. pontja kézi díjbeszedésről szól például. Esztergomban nincs kézi díjbeszedés, itt ugye órával történik a díjbeszedése, és ezt a közúti közlekedésről szóló törvény külön szabályozza, jegykedő automatáról, illetve soromporról beszél, és itt 15 percnek megfelelő összeg, soha nem volt nálunk 40 perc, 15 perc a minimálisan fizetendő összeg, és ezáltal nem is kell 1 órára fölemelni, tehát én azt gondolom, hogy azért egy kicsit fenntartással kell kezelni, amit ott az íróasztal mellett olvasnak a jogászok. Viszont valóban volt olyan eset, amikor egyetértünk velük. Én azt gondolom, hogy a képviselőtestületet, illetve az előkészítőt is a jó szándék, illetve a könnyebb átláthatóság vezérelte akkor, amikor olyan dolgot is a helyi rendeletbe szabályozott, amit egyébként a közúti közlekedésről szóló törvény önmagában meghatároz. Így a rendeles egyes paragrafus 8-as bekezdésről ugye az ön előterjesztése is elég sokat beszél. Azt gondoljuk, hogy akkor valóban ezt ki lehet venni a rendeletből, és azt mondjuk, hogy ezt a törvénynek megfelelően szabályozzuk, mert egyébként ez volt leírva a rendeletben is. Illetve volt több olyan eset, ahol pontosítani kellett, hiszen nagyon sokan járnak önök közül is úgynevezett dobozos kisautókkal, amik tehergépjárműnek vannak minősítve. Itt pontosítani kellett például a rendeletünkben, hogy a személygépkocsira, valamint 3500 kg ösztömeget meg nem haladó tehergépkocsira szólt, tehát B kategóriára vezethető járművekről szól a történet, illetve itt végig mehetnék én pontról pontra, de a legtöbb esetben gyakorlatilag pontosítás volt, illetve voltak enyhébb esetek is, mint amit a jogszabály meghatároz, és azt gondolom, hogy ugye a jog arról szól, hogy egy helyi rendelet megengedőbb lehet, csak nem lehet keményebb, mint egy törvény. Itt például a díjfizetés aluli mentesítés, hiszen azt mondja ki a jogszabály is, hogy a várakozása, kedvezményes várakozása jogosultak körének bővítése a képviselőtestület hatásköre, és ő erre jogosult.
Ezt éppen itt a nagycsaládosok kedvezményénél vetette a szemünkre a kormányhivatal, illetve ott az adatkezelést. Ezt az előterjesztésbe olyan módon vettük bele, hogy egyébként az ehhez szükséges adatok nyilvántartásához, illetve kezeléséhez a személyek hozzájárulnak. Csendben jegyzem meg, hogy egyébként eddig nem volt ilyen igényünk, tehát olyanról beszélünk, ami az életben nem valósult meg. Az utólagos bemutatásnál itt összegszerűségében történt pontosítás, hiszen egy viszonylag bonyolult számítási metódust ír elő a törvény a pótdíjazásra, és ugye természetesen olyan összegeket kellett itt kialakítani, ami transzparensen különbözik a pótdíj összegétől, ezáltal is méltányolva azt, hogy ugyan megvette a jegyet a parkoló személy, csak éppen nem megfelelő módon használ. Van a rendeletünkben a rész, ami szintén csak pontosít, hiszen nem személygépjárművel is lehet parkolni a város területén, és ott is kell díjat fizetni, teherautóról, buszról beszélek, és ennek teljesen más díjkategóriája van. Figyelembe vettük a rendeletnek azon részét, hogy a 2000 forintos díjat nem lehet érvényesíteni, nem a rendeletnek, bocsánat, a törvényességi észrevételnek, ezért ez kikerült a rendeletből. Aztán itt van ez az ominózus 5 perc, 15 perc, ugye itt is megengedőbb a rendeletünk, mert a törvény azt feltételezi, hogy én még ki sem szálltam a kocsiból, és már a zsebemben ott lapul a parkoló szelvény, ami fizikai képtelenség. Ezért mi úgy határoztuk meg, hogy 5 percen belül kell ezt megváltani, és a lejáratot követően 15 percig nem, csak azon túl pótdíjazunk, és itt is kedvezőbb a helyi rendelet, mint a jogszabály, hiszen ott azt mondja ki, hogy órán belüli várakozásnál 5 perc, és órán túlinál lép csak be a 15 perc, mi egységesen a 15 percet alkalmaztuk korábban is a városban, és most is ezt tervezzük. Vannak új elemek, amik ide belekerültek ebbe az előterjesztésbe. Itt a méltányosság alapja, és itt például nagyszerű példája volt, hogy nem kellett volna előjöjjön a második vagy harmadik napi rendek között szereplő árvíz idején félreérthető tájékoztatásból bekövetkező pótdíjak elengedése, hiszen ezt méltányossági alapon a szolgáltatás nyújtó vezetője meg tudta volna tenni, illetve gyakorlati példaként előfordul, hogy ez az előbb említett 5 vagy 15 percből idős emberek, beteg emberek kicsúsznak, és tudjuk, hogy nem jogszabályt akartak sérteni, illetve helyi rendeletet, hiszen jogkövető állampolgárok, csak a fizikai állapotuk nem tette lehetővé ezt, vagy esetleg figyelmetlenek voltak. Tehát ilyen esetekben én azt gondolom, hogy a méltányosság gyakorlása feltétlenül egy méltánylandó dolog. És ezt követően pedig a kerékbilincs alkalmazásáról szóló rész jön. Itt viszont sok esetben valóban egy picit pontatlan volt a rendelet, ezt a hivatal észrevételezte, így a módosító javaslatban mindenhol gyakorlatilag a törvény, illetve az ide vonatkozó ilyen rendelet előírásait alkalmazzuk. Köszönöm szépen. És valószínűleg egy picit több voltam, mint 3 perc, elnézést. Igen, hát nagyon sokat nem tudom, aki nem ismeri az írásos anyagot, nem biztos, hogy látott belőle, de úgy körülbelül sejtem, hogy van, amit befogadnak ebből a törvényességi észrevételből, valamit nem. Viszont hadd hívjam fel a figyelmet, és tisztelettel kérem Stein Balázst, aki aláír egy ilyen módosító javaslatot, hogy sem a törvényességőre, sem az előterjesztés előterjesztője, senki nem szerepel rajta, tehát ilyen előterjesztés szerintem tárgyalásra alkalmatlan, éppen ezért én majd ezt az ügyrendi javaslatot fogom feltenni. A másik kérdésem pedig az, hogy amennyiben a törvényességi észrevételben vannak eltérések, akkor szeretném, ha ezt egy tímmunka előzné meg, és megpróbálnának valahogy közös nevezőre jutni, amennyiben nem, úgy pedig ezek a módosítások természetesen ilyen módon is bejöhetnek, csak hát egy kicsit furcsa, hogy mindenfajta törvényességi észrevétel nélkül, illetve nem tudjuk, hogy kikészítette az előterjesztést, kerül be így ez a javaslat, amit mondjuk, hát nem tudom a többiek mennyire láttak, de én magam most látok először, tehát nem tudok róla véleményt mondani. Stein Balázs? Ez a módosító indítvány, ez március 22-e óta itt van a hivatalban valahol.
akkor a tényen akkor sem változtat, hogy nincsen törvényességi észrevétele. Természetesen ennek a menetrendjét is szabályozni fogjuk. Én ügyrendi javaslatként azt mondom, hogy ezt mindenképpen szeretném, hogyha a hivatal is véleményezné, tehát én ezt jelenleg nem tartom tárgyalásra alkalmasnak. Ezt az ügyrendi javaslatot miután nem látok észrevételt, szavazásra teszem fel. Aki úgy gondolja, hogy ez a módosítás még kiegészítésre, illetve egy kontrollra szorul, és újra tárgyaljuk, az igennel szavaz, aki másképp gondolja, az másként. Kérem, szavazzanak. Négy igen, kilenc nemmel. Most szeretnének róla szavazni. Megkérdezem, hogy a módosító javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Batyikné Csőke Ágnes Erzsébet. Köszönöm a szót. Költői kérdést fogok föltenni. A módosító javaslatban, amit Balog igazgató úr az előbb részletezett, a Bástya parkoló, tehát a Bástyáruház és a fürdőszálló közötti terület mint fizetős parkolóhely szerepel. Egyszer, mikor előzőleg tavasszal, kora tavasszal erről beszéltünk, én magam kérdeztem meg öntől, hogy mi esztergomiak látjuk, hogy fizikai értelemben ott ugye megszűnt a parkoló. Előttem van egy újságcikk 2009-ben, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság a Regia Civitas Kft-t engedély nélküli bontás miatt megbüntette, nem egy komoly összegre, 87.600 forint volt ideírva az újságban. Na most, ha egy hatóság valakit megbüntet engedély nélkül, én azt gondolom, hogy az jogilag is azt jelzi, hogy ott nincs parkoló. És amikor öntől megkérdeztem, hogy mi ott miért működtetünk fizető parkolót, jól emlékszem, azt válaszolta, mert a 2004-es parkolási rendeletben ez a hely továbbra is bent marad. Én lehet, hogy női ésszel, meg hogy nem vagyok autós, de ott, ahol fizikailag nincs parkoló, ahol jogilag sincs parkoló, mert megbüntették azt, aki lebontotta, tehát ergo ott nincs parkoló. Na most, hogyha visszahelyeztük mi ugye a parkoló órákat, és ott a helyreállítás után, amit az esztergomi vállalkozók megtettek, ugye elegyengedték ott a területet, illetve most az önkormányzat, hogy újra ott parkoló működjön, szintén hatósági engedélyhez kötött tevékenység. Vajon megkérte az illető vállalatunk ezt az engedélyt, hogy ott parkoló működjön? Köszönöm szépen. Köszönöm. Megkérdezem akkor, hogy miért szednek a Bástya parkolóban parkolási díjat? Köszönöm szépen, tisztelt képviselő asszony, jól emlékszik, valóban ezt a választ adtam, hiszen a rendelet mellékletét képező utca jegyzékben, illetve a térképjegyzékben is szerepel, illetve egy fontos dolgot nem szabad elfelejteni, két zóna van Esztergomban, és azon belül, ahol nem tilos megállni, mindenhol parkolási díjat kell fizetni. Tehát a rendeletünk, azt mondom, ebből az esetben sajnos így szól. Tehát gyakorlatilag bárhol, ahol szabályosan meg lehet állni, ott díjat kell fizetni, és a szolgáltatónak, adott esetben a Grand Parkoló Kft-nek pedig azt kell biztosítani, hogy belátható és kezelhető távolságon belül rendelkezésre álljanak a parkolóautomaták. Köszönöm. Jó, tehát nem tudjuk, milyen engedéllyel működik ott. Kíván módosító javaslatot tenni a képviselőasszony? Én azt gondolom, hogy ha ezt újra tárgyaljuk, akkor szeretnék egy módosítót benyújtani, hogy a jogszabályra hivatkozva ott nem létezik egy parkoló, tehát én kérném majd, hogy ebből a rendeletből területileg vegyük ki. Jó, miután újra nem fogjuk tárgyalni, mert ahogy látom, szeretnének róla szavazni, akkor módosító javaslattal élek, elfogadva képviselő asszony javaslatát, hogy kerüljön ki a Bástya parkoló az egyes parkolási övezetből, ez a 19.759-es helyrajzi számú terület. Stein Balázs ügyrendi. Tessék, mi az ügyrendi javaslata? Visszavonta. Rendben van, akkor a
17-es napirendi ponthoz a módosító javaslatról mielőtt szavaznánk, megkérdezem, van-e valakinek még kérdése, kérése? Tessék, ügyrendi. Melyik módosító javaslatot tetszik először föltenni nekünk? Hogy nehogy... Mindet szépen elmondom, figyeljenek. Köszönöm szépen. Tehát először, hogyha nincsen több észrevétel, azt a módosító javaslatot teszem fel, amiben javaslom, hogy a Bástya parkoló területe a 19.759-es helyrajzi szám kerüljön ki a Bástya parkoló néven az egyes parkolási övezetből. Aki ezt támogatni tudja, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Négy igen, kilenc nemmel nem támogatták, viszont én kérem a hivatalt, hogy nézzenek utána jogilag, hogy egy nem parkoló területen hogyan lehet mégiscsak parkoló órákat üzemeltetni, valamint azt is kérem, hogy annak is nézzenek utána, hogy a Grand Parkoló Kft. Milyen vállalkozási szerződés alapján végzi a parkoltatási tevékenységet. Akkor a módosító javaslatról szavazunk, ez az a módosító javaslat, amit Balogh úr itt röviden hát ismertetett, illetve amit Stein Balázs írt alá. Aki ezt támogatni tudja, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Kilenc igen, három nem, egy tartózkodással elfogadták, és miután ez egy törvényességi észrevétel volt, természetesen a hivatal újra a Komárom-Esztergom megyei hivatalnak törvényességi észrevétellel felküldi. Akkor a következő napirendi pont. A Magyar Közút KHT Komárom-Esztergom megyei igazgatóságával megkötött megállapodás felmondása. Ezt az indokolja, hogy 2007. november 9-én megállapodást kötött az önkormányzat, hogy a közutak mentén a fákat, cserjéket, azt nem ők, hanem a város önkormányzata vállalja, hogy gondozni fogja. Ez egy 41.363 méter hosszú útszakasz. Na most miután megnéztük, hogy itt nagyon nagy költség terhelni az önkormányzatot, ezért kérem, hogy ezt a megállapodást mondja fel az önkormányzat, és úgy, ahogy elő van írva, továbbra is a Magyar Közút Állami Közút Kezelő gondozásában legyenek ezek a fasorok, természetesen úgy, hogy magát a szakmai hát felügyeletet azt itt a hivatalban ugyanúgy fogjuk végezni, viszont ezek a költségek, amit akkor átvállalt önként az önkormányzat, jelenleg nem indokolják, hogy továbbra is itt maradjanak. Megkérdezem, kinek van hozzászólása? Nyíri Attila. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. Akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy a közútkezelő végzi ezt a tevékenységet, igen, csak azt tudjuk, hogy a közútkezelő is mindig hivatkozik, akár a kátyuknál is, vagy bármire, hogy nincs pénze ezt megcsinálni. Hivatkozni fog, hogy nem lesz pénze, gondolom ezeket sem igazából gondozni. Én azért azt gondolom, hogy mivel itt már maga a tanulmányban is van egy jó néhány olyan fa, ami akár vagyon, vagy életvédelmi problémákkal is van, tehát mondjuk kiöregettek, dőlés veszélyben, láttuk, hogy azért nagyobb viharok voltak akár ott a búbánat felé is, a legutóbbinál is egy jó nagy fa kidőlt ott a keresztbe az út közepére. Tehát én azt gondolom, hogy van-e egy ilyen összekötés, tehát Esztergom mondjuk városa van-e abban a helyzetben, hogy mondjuk ő mondja meg azt, hogy közútkezelőnek jelzi, hogy ezek meg ezek a fákkal problémákat lát, vagy a mi főkertészünk azt mondja, hogy ezeket ki kell vágni, mert életvédelmileg, vagy ilyen biztonságteknek ki kell ezeket vágni, hogy tudunk-e ilyet előterjeszteni mondjuk a közútkezelőnek, vagy megvárjuk, mi a közútkezető jön, körülnéz, és ő eldönti, hogy vág, vagy nem vág, vagy tisztít, vagy nem tisztít. Csak ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Természetes, hogy a szakmai felügyelet itt van, amennyiben életveszélyes, akkor kötelező annak, aki ezt a gondozást végzi, elvégezni a munkát. Tehát ez ilyen értelemben igen természetes, hogy ilyen jogköre és lehetősége van a hivatalnak, illetve az önkormányzatnak továbbra is. Stámusz Andrea.
Köszönöm szépen a szót. Én nekem csak az lenne a kérdésem, hogy hallottam, hogy más településeken megoldották úgy, hogy vannak ilyen fakivágással foglalkozó vállalkozók, akik a fáért cserébe kivágják ezeket a fákat, amik kivágásra szorulnak, és hogy nem lehetne esetleg ezzel a lehetőséggel élni azoknál a fáknál, mert ugye, ahogy utána olvastam, hogy ezek a nyárfák 30 év után már mindenképpen kivágásra szorulnak, és hogyha én visszaemlékszem, már gyerekkoromban is ott álltak ezek a hatalmas fák, tehát már biztos, hogy több mint 30 évesek. Igen. És tehát biztos, hogy több mint 30 évesek már. És igen, egy kis figyelmet kérek. Igen, és nekem is fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a magyar közút mennyire lesz gondos gazdája majd ezeknek, mennyire fog foglalkozni velük, ugyanis már azt hiszem 2011 novemberében szavaztunk arról, hogy ezen az útvonalon ugye a buszmegállókhoz zebrák kerülnek majd felfestésre, és ez sem valósult meg azóta sem, úgyhogy lehet, hogy majd ugyanígy fog történni. És egyébként jelzem, hogy már ismételten leszakadt a vezeték, és most ez a két hónapos szárazság volt, most még több fa kiszáradt, úgyhogy tavaly is kétszer voltak kint a tűzoltók éjjel fát vágni, mert kidőlt fa, úgyhogy várható, hogy majd az idei téli szezonban ez bekövetkezik. Köszönöm. Jó, hogy megértsék. A Magyar Közút KHT kezelésében levő közutak vonatkozásában az út tartozékát képező és az út területén lévő fák cserjék gondozása az tulajdonképpen egy kötelezettség. Csak valamikor az önkormányzat, gondolom én jógazda módjára, átvállalta ezt a feladatot. Ez egy önként vállalt feladat, és miután pénzforrásaink az önként vállalt feladatokra nincsenek, ezért ezt a kötelező feladatot kívánjuk újra visszaadni annak, akinek ez kötelező feladata. Természetesen az önkormányzat, illetve az ott lakók kötelezhetik, vagy kérhetik a kezelőt, hogy ezeket végezzék el. Valószínű, hogy éppen az a szándék vezette a megállapodást aláírót, hogy ez rendben történjen, csak hogy megváltozott most egy kicsit az önkormányzat hát pénzügyi helyzete. Ezért ez a javaslat, de ha úgy gondolják önök, hogy továbbra is az önkormányzat önként ezt a feladatot hagyja magánál, akkor majd meglátjuk, hogy milyen erőforrásokat tudunk erre mozgósítani, és Stámusz Andreának mondom, hogy igen, kisebb fáknál van már olyan, hogy valaki azért vállalja a fa kivágását, hogy elvigye a fát, ezzel költségtakarékosabban gazdálkodunk mi magunk is. Stámusz Andrea. Köszönöm csak még annyit, hogy volt egy vállalkozó, mert még már ez már szóba került már több mint másfél évvel ezelőtt ez a fakivágás, és akkor is volt rá engedély, át lehet vizsgálni a fákat, és volt egy Borbé nevezhető vállalkozó, aki ezeket a hatalmas fákat vállalta volna el, és csak akkor nem engedélyezték még, most pedig, hogy átvizsgálták őket most, tehát ez az úr vállalta volna újra, hogy kivágja ezeket a fákat a fáért cserébe. Köszönöm. Hát, gondolom, akkor ő majd jelzi, és akkor a hivatal, ha az ügymenet fog foglalkozni az ő kérelmével. Megkérdezem, hogy az előterjesztéshez kinek van még hozzáfűzni valója, véleménye, javaslata? Nem látom, aki az elmondottak alapján támogatni tudja, hogy ez a megállapodás felbontásra kerüljön, és a Magyar Közút KHT Komárom-Esztergom megyei igazgatósága viselje ezeknek az utaknak, vagy az utak mentén a fasorok állapotát, az igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Három igen, nyolc nem, két tartózkodással nem kívánják ezt megtenni, akkor viszont tisztelettel kérem a képviselő testületet, hogy majd erre a feladatra mindenképpen biztosítson forrást. A következő napi rendi pont a szelektív hulladékgyűjtő sziget visszahelyezése a Búbánatvölgybe. Lakossági bejelentés érkezett, hogy egyszer csak eltűnt Búbánatvölgyben a szelektív hulladékgyűjtő sziget. Mint utóbb kiderült, az Eszköz Kft. Ügyvezetője úgy döntött, hogy nem megfelelően használják, és ezt megszüntetik. Akkor kértem a hivatalt, illetve a bizottságot, hogy nézzék meg, hogy a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban milyen önkormányzati határozatunk van, és megtalálták, hogy 2005-ben az önkormányzat egy 561/2005-ös 9.-15 napján kelt határozatában a szelektív gyűjtő szigetek helyszíneit felsorolja, ezek az alábbiak, ezt azért sorolom fel, mert lehet, hogy ezt nem nagyon tudják.
a vasúttal szemben levő buszmegálló, a Móri Zsigmond utca 4 szám előtt lévő hőközpont melletti terület, városközpontban a Zöldház mögötti parkoló zöldsávja, az Irinyi utcában a CBA üzlethez vezető lépcsők melletti rész, a Bánomi lakótelepen vagy a Dobó gimnázium mögötti parkoló, a Béketéri lakótelep mellett a Basa utcai garázssor feletti parkoló területe, Esztergom kertváros, 632/6 helyrajzi számú szervízút, a Damjanics utca 42-44 szám előtti szakasz, Esztergom kertvárosban a Szalézi lakótelep, 30.011/2 helyrajzi számú területe, Szentgyörmezőn a Hunyadi utcai gázcseretelep, Árok utca, Deák Ferenc utca találkozásánál egy terület, Pilisszentéleken a Hunyadi utca 46-48 szám előtti ingatlanok, Esztergom kertvárosban a Damjanics út, Esztergom kertvárosban a Szalézi lakópark, Esztergom Búbánat völgyben a Vadregény panzió területe. Ahogy látom, illetve hallottam, hogy ezt a bizottság tárgyalta, megkérdezném Juhász Istvánt, akit nincsen, de lehet, hogy más majd elmondja. Ők módosító javaslattal értek, ugyanis az eredeti javaslat úgy szólt, hogy a képviselőtestület biztosítani kívánja továbbra is a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét Esztergom Búbánat völgyben, és felkéri az Eszköz Kft. Ügyvezetőjét, Nagy Attillát, hogy a hulladékgyűjtő sziget elhelyezéséről gondoskodjon. Ott láttuk, hogy van 3 olyan önkormányzati terület, ahol esetleg ezt megvizsgálhatja. És ennek a módosító javaslata, amelyet elnök úr aláírt, az azt mondja, hogy biztosítani kívánják a szelektív hulladékgyűjtést, de úgy, hogy házhoz menjen ez Esztergom Búbánatvölgyben, és ugyancsak felkérik az Eszköz Kft. Ügyvezetőjét, Nagy Attillát, hogy dolgozza ki a gyűjtés gyakorlati megvalósításának módját. Tehát, ahogy látom, a szándék az, hogy Esztergom Búbánatvölgyben is legyen szelektív hulladékgyűjtés. Az egyik javaslat azt mondja, hogy ott egy megfelelő helyet keressünk rá, a másik pedig azt, hogy ez egy házhoz menő szolgáltatás legyen. Megkérdezem, hogy kinek van észrevétele, javaslata, illetve Ivanov Mihály ügyrendi, tessék. Köszönöm szépen. A Nagy Attila legilletékesebb ebbe a témába, szeretném, ha szót kapna. Rendben. Köszönöm van. Megkérdezem, hogy kinek van még kérdése, és akkor utána megadom a szót Nagy Attilának. Nem látom, akkor megkérdezem Nagy Attilát, hogy ő hogyan gondolja, hogy ezt a szelektív hulladékgyűjtést biztosítani lehet majd a Búbánatvölgyben élőknek is. Tessék. Köszönöm szépen a szót, polgármester asszony. Szeretném megkérni, hogy amikor a felsorolásnál a Búbánatvölgyi részt említette, a Vadregény panziónál, akkor zárójelben mi van odaírva, azt megkérdezhetem? A terület tulajdonosával való megállapodásnál. Hát igen, tehát az a helyzet, hogy ez nem történt meg, ez 2005-ös határozat, ez nem történt meg, ott nem volt szelektív sziget, tehát ez egy nagyon fontos dolog, tehát én egy bizottság anyagban láttam, hogy ezt önkényesen tettem, de azért nem tettem önkényesen, mert 2008-2009 tájéken vittük ki Búbánatvölgybe ezt a szigetet, és az én döntésem alapján valóban, ezt be is vállalom, de ezt természetesen Esztergom érdekében tettem. Azon kívül legalább még 6 vagy 7 szigetet helyeztünk ki egyéb területekre, de az aktuális ügyintézővel mindig egyeztettünk. Az, hogy nem került a testület elé, az egy másik kérdés, de minden esetre jóval felbővítettük ezt a számot, amit fel tetszett sorolni. Tehát amit tettem, azért tettem, mert a Vasas Sport Egyesület és egyéb ott lakók megkerestek engem, hogy egyszerűen tarthatatlan az az állapot, ami ott van, és azért mégiscsak Búbánatvölgy a legzöldebb területünk, talán mondhatom így. Ezzel párhuzamosan viszont, ugye régóta tervezzük, 2015. január 1-től kötelező lesz a házhoz menő szelektív gyűjtés országszerte, és itt terveznénk, tehát amikor behoztuk, azért a koncepciónk már megvolt, csak elég nehezen jutunk az önkormányzati ügyintézőkkel és egyéb vezetőkkel. Tehát elég rosszul kommunikálunk, az a helyzet. Mi jól kommunikálunk, csak nem fogadják a mi javaslatainkat, úgyhogy párhuzamosan megterveztük mi ezt már, tehát szeretnénk ott akkor először bevezetni a házhoz menő szelektív gyűjtést. Nagyon gyorsan fel fogjuk mérni, hogy ki az, aki most még önkéntesen ebben a programban részt venne. 2015. január 1-től viszont pedig már kötelező lesz.
Úgyhogy talán így akkor ez a kérdés megoldódik. Jó, ha köszönöm jól értem, szépen. Én is köszönöm, akkor a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést javasolná elfogadásra. Ha esetleg azt tudhatnánk, hogy mégis ez úgy egy hónapon belül történik, vagy mennyi ennek a kidolgozásának az ideje? Egy levélfordulat, tehát kiküldjük a leveleket a partnereinket, ez körülbelül 310-320 partnerről van szó, ez körülbelül talán az 1000 főt meg is haladja, tehát úgy az a javaslat általában a szakmai szervezetnek, hogy 1000 főnként kell egy szelektív szigetet, tehát nagyjából ez rendben is lenne. Én gondolom, hogy október 1-jével ezt meg tudnánk indítani. Hogyha minden jó, köszönöm szépen. Akkor én magam is a módosító javaslatot befogadom, ami úgy szól, hogy az eszközkárt ügyvezetőjét, Nagy Attilát felkérjük, hogy dolgozza ki a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek a módját, és hát akkor az a kérésünk, hogy lehetőleg ez belátható időn belül, egy hónapon belül történjen meg. Megkérdezem, kinek van hozzáfűzni valója? Petróci úr, tessék. Köszönöm, ahogy... Nagy Attila úr említette, több helyen kint vannak még a szelektív gyűjtők, mint amennyi a listán van. Ezért mindenképpen ezt a listát módosítani kellene, hogy akkor végül is törvényesen legyenek kint azok a szelektív gyűjtők. Csak egy példát, Szentgyörmezőn nem egy van a Hunyadi utcában, hanem a Klapka téren van, és a második pedig a új lakópark mellett a Bandor keresztél. Köszönöm szépen. Rendben van, akkor ezt megkérem a hivatalt, és itt látok egy másik határozati javaslatot, akkor felolvasom, hát ha az egy jó jelenlegi állapotot tükröz. És akkor ezt is felteszem szavazásra, és egyben akkor módosíthatjuk is ezeket a területeket. Szentgyörmezői lakóparknál a Kopácsi József utca, a Kopácsi József utca és a Rozetti Lázár Diák utca sarka, Klapka György tér, Béketér, Basa utca, Dobó Katalin gimnázium, Vaskapui út, Bánomi út sarka, Rákóczi tér, Bástyi áruház parkoló, Bubik István utca, Pór Antal tér, Budai Nagy Antal utca, itt a hőközpont melletti rész, Svejdel József utca vasútállomással szemben, Dobogókői út 52 szám előtti rész, Erzsébet királyné utca, Esztergomkertváros Szalézi út 913, Esztergomkertváros Kesztölci út lakótelep, Esztergomkertváros Palatinus strand, Esztergomkertváros Veselényi Miklós utca, illetve Pili Szentléleken a faluház. Megkérdezem, hogy ez helyesnek tűnő, vagy majd később térjünk vissza rá, hogy ez így legyen elfogadva, vagy sem. Helyeket, ahol van, úgyhogy most már képbe van, tehát pontosan megvannak, én szerintem. És én is javasolnám, hogyha lehet, hogy akkor ezt akkor törvényesítsük pontosan. Rendben. Bár ezt hozzátenném, hogy még mindig nagyon sok helyen, tehát nagyon sok a lakossági panasz. Én polgármester asszonytól kértem, a hónapok során, vagy már nem is tudom mikor, hogy ha jól lenne, megállapodhatna a város az Eszköz Kft-vel ezeknek a szigeteknek a folyamatos tisztítását. Én ezt kértem, hogy egy szerződjünk le, ezt mi meg fogjuk tenni, hogyha ezt a szerződés elkészül. A mai napig nem történt meg. Én nem tudom az okát, de ide visszavezethető azért a probléma, hogy miért ezek így ki, bár én is belátom, hogy azoknak az embereknek a szemetét kell a városnak mondjuk kifizetnie, akik úgy gondolják, hogy ők odahordhatják a kukák mellé. Tehát nem korrekt, de viszont a város tisztántartása az pedig a város feladata, úgyhogy most az önkormányzat feladata. Jó, gondolom ez az első lépcső, hogy legalább legyen róla egy önkormányzati határozat, és utána visszatérhetünk erre a kérésére. Így akkor megkérdezem, hogy ezzel a módosítással, ami azt jelenti, hogy az előbb már másodszor felsorolt helyeken a szelektív hulladék gyűjtő szigetek elhelyezésre kerüljenek, illetve azzal, hogy a Búbánat völgyben egy hónapon belül egy házhoz menő szolgáltatás alakuljon ki. Egyetért a tisztelt képviselőtestület, Vagyikni Csőke Ágnes Erzsébet ügyrendi, tessék. Köszönöm szépen, azért kértem szót, mielőtt szavaznánk. Én szeretném tisztelettel megkérni Nagy Attila igazgató urat. Az interpellációk és kérdések napirendi pontnál, igaz, hogy kicsit még távolabb van, két olyan kérdésem lenne, vagy problémát szeretnék fölvetni, amiben úgy érzem, hogy ön a válaszadásban segítene és kompetens lenne. Köszönöm szépen.
Jó, hát akkor kérjük, hogy Nagy Attila az interpelláció kérdésekig ne menjen el. Aki akkor az előbb ismertetett határozati javaslatokat el tudja fogadni, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Tizenhárom igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont a Viszmajor támogatás igénylésével kapcsolatos döntés meghozatala. Itt időközben a Viszmajor pályázatunkban kisebb módosítások történtek részben azért, mert visszajelzés jött arról, hogy mi az, ami még kérése a befogadó belügyminisztériumnak, részben azért, mert bizonyos számlák pontosításra kerültek. Tulajdonképpen ezt az adminisztratív átvezetést kellene megoldani, ha jól tudom, a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. Megkérdezem, kinek van kérdése, kérése, hozzászólása? Németh József úr. Köszönöm a szót. Polgármester asszony is burkoltan utalt arra, amit én most szeretnék mondani, hogy ennek az előterjesztésnek nem kellene itt lenni, hogyha a rendkívüli testületi ülésre július 19-ig kellett ugye ezt az anyagot elkészíteni országosan, hogy a belügyminisztérium fele, jól tudom, vagy a mérnöki iroda, vagy a hivatal hibázott, vagy a számítógép, vagy a nem odafigyelés miatt történt ez. Egy-két dolgot én szeretnék mondani, nyilván az előterjesztő nem hozta be, és nem tudta, hogy én ehhez hozzá fogok szólni, de ez a mérnöki szakvéleményről van szó, ami akkor egy-két példányban kiadásra került, és én átnéztem a mostani határozati javaslatban szereplőkkel, és ilyen fatális hibákat találtam, hogy Horváth Géza sor, Molnár sor 15.889-es helyrajzi szám, most pedig 16.286-os. Nem tudtuk, hogy mi a helyrajzi szám. Akkor partfalomlás abszolút nem volt benne. Nem tudom, hol van ez a partfal, 16.287-es helyrajzi számmal. Akkor a Liszt-Ferenc utca benne volt, most beleírták a József Attila teret helyrajzi szám nélkül. Most meg az lesz majd a baj, hogy elküldjük a József Attila teret helyrajzi szám nélkül. Vagy egybe van a Liszt-Ferenc utca a József Attila utcával helyrajzi számilag? Pázmány Péter utca 19786 per 2-est küldtünk el, valami miatt ez 5-ösre változott, nem tudom, ki vette észre. Katona István utca 16320, most 16308. Akácsasz út, Csenkely út, Szamárdő 10810 per 1-es, előtte nem volt per 1. Jó, elnézést kérek, azt mondtuk, hogy igen, ezeket a hibákat javítjuk, tehát ez természetes. Bocsánatot kérek, felsorolhatja az összes nem, még számot. Egy párat, itt van egy sportcsarnok. Melyik? Mert külön a Pézsa sportcsarnok most be van írva 16.357-es helyrajzi számmal. A korábbiban, amit elfogadtunk a rendkívüli ülésen, 16.354-es helyrajzi szám van, akkor ez kié? Kinek a területe? Mert az van ideírva, hogy sportcsarnok. Rögbi pálya abszolút kimaradt az előző júliusi elfogadott Viszmajor előterjesztésből. Gőzhajó utcánál ugyanezt tudnám mondani. Tehát felületes, csúnyán fogalmazva, trehány munka bizonyos esetekben. Most ezt lehet az idő rövidségére fogni, lehet bármire fogni, vagy az iroda követte el, és azt rosszul írta le a hivatal, vagy a hivatal csinálta rosszul, és az iroda pedig ezt jóvá hagyta, és minden oldalát a mérnöki szakértő iroda aláírta és lebélyegezte. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e még valakinek észrevétele? Nem látom, aki ezt így tudomásul tudja venni. Igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Tizenegy igen, egy tartózkodással tudomásul vették. Köszönjük szépen. A következő napirendi pont az ipari parki ingatlanok versenytárgyalásának
eredményhirdetése. Megkérdezem a pénzügyi ellenőrző tulajdonosi bizottságot, hogy milyen hozzáfűzni valója van, illetve mit tartalmaz az előterjesztés, Stein Balázs? Röviden annyit, hogy június 20-án döntött a képviselőtestület, hogy az ipari parkban található ingatlanok tulajdonjogát értékesítsük versenytárgyalás útján, kiírás alapján. Sajnos a meghatározott határidőben nem érkezett érvényes ajánlat, ezért újra fogjuk pályáztatni ezeket az ipari terveket, újabb versenytárgyalást írunk ki. Kinek van hozzáfűzni valója? Nem látom, aki ezt tudomásul veszi, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. Tizenkét igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. A következő napirendi pont az ipari parki ingatlanok értékesítése tárgyában az Investor 2005 Kft.-vel kötendő megállapodás elfogadása. Előterjesztő Stein Balázs. Ha jól láttam, akkor itt ugye az 5 millió forint 4,6 millió, de megkérdezem, hogy más egyéb módosítás van-e benne? Nincsen, nem látom. Aki ezt így tudomásul veszi, illetve megkérdezem, van-e valakinek észrevétele? Nem látom, az igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. 11 igen, 1 nemmel elfogadták. A következő napirendi pont az 559/10-es helyrajzi számú ingatlan értékesítésére versenytárgyalás kiírása. A képviselő testület elé azért került, mert itt végeztek egy értékbecslést, és ez az értékbecslés magasabb lett az ide vonatkozó jogszabály belső határozatok alapján, hogy nem bizottság, hanem képviselő testület dönt róla. Ez egy agyagbánya, hogyha jól tudom, és tulajdonképpen arról szól, hogy a 19 hektár 2671 négyzetméter terület kivett agyagbánya megjelölési ingatlanon fennálló egy-kettet tulajdoni hányadot az önkormányzat nyilvános versenytárgyaláson kívánja értékesíteni. Megkérdezem, hogy kinek van hozzászólása, véleménye. Nem látom, aki ezt tudomásul veszi, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. 13 igennel elfogadták. Köszönöm. A következő napi rendi pont a 300.043, de itt szerintem elírtunk egy nullát, tehát 30.043 helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítése. Itt ami miatt ugye ez kiegészítésre került, hogy van egy olyan területrész az ipari parké területen, ahol, itt mutatom, egy bizonyos út területet szeretnének hozzácsatolni a meglevő terület részeikhez, és mind az egyik, mind a második terület részről bejött egy vételi ajánlati szándék. Tulajdonképpen ebbe kell a képviselőtestületnek dönteni. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése, kérése, javaslata. Nem látom, aki ezt így tudomásul tudja venni. Igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. 13 igennel elfogadták, köszönöm szépen. A következő napi rendi pont az Esztergom 19.761/A1 helyrajzi számú ingatlan elővásárlásával kapcsolatos döntés. Itt egy 192 négyzetméter alapterületű üzlethelyiséget kívánnának megvenni, és az a kérdés, hogy Esztergomváros önkormányzata élni kíván-e elővásárlási jogával. Megkérdezem, hogy kinek van hozzáfűzni valója. Itt ugye a javaslat az az, hogy miután erre nincsen fedezet, az önkormányzat nem kíván élni ezzel a jogával. Nem látok hozzászólást, aki ezt így tudomásul veszi, igennel szavaz, aki másképp gondolja, másként. Kérem, szavazzanak. 12 igen, 1 nemmel elfogadták.
A következő napi rendi pont, hát a kedvencük jön, interpellációk, kérdések. Tessék, ki kezdi? Stein Balázs. Szeretnék irodavezető úr felé fordulni. Már telefonon egyeztettünk, és nem tudtam még egyszer szólni, most testületi jutott eszembe, hogy a Bajcsi-Zsilinszky úton, emlékszik, beszéltünk arról, hogy illegális lakók kezdenek beköltözni. Nem a kékfestőház, ott is voltak, de ott úgy látom, hogy megkezdődtek a munkák, hanem a kékfestőház melletti házban, ahol a busz megálló van, hát ott áldatlan állapotok vannak, és most már illegális beköltözők vannak, hogy tudom, hogy tettek intézkedéseket, lezárták, azt most ismét föltörték. Én is hívtam a rendőrséget, többször hívtuk a rendőrséget. Nem nagyon tudnak mit csinálni, elküldik, de ugyanúgy visszamennek, és ez nagy gondot jelent, mert fényes nappal hallok üvegcsörömpölést, és két ember ugrál ki. Hát ez azért elég kemény, úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy tudunk-e valami további intézkedést tenni, rendőrségnek írjunk levelet, vagy mi a további lépés, mert félő, hogy ott elszabadulnak a dolgok. Jó, megkérdezem irodavezető urat, tudunk-e róla, illetve milyen intézkedéseket tettünk, vagy tehetünk? Igen, valóban így volt, hogy frakcióvezető úr azonnal felhívott, amikor ezt észlelte. Én rögtön az ingatlan kezelőt értesítettem az ügyről. Magam is egy helyszíni bejárás alkalmával, talán egy nyári hónapban, egy-két hónap ezelőtt, mikor bejártunk az ingatlanba több kollégámmal, akkor ugrott ki az ablakon egy a másik ablakon éppen egy hajléktalan, akkor rendőrségi intézkedést kértem, de aztán mivel nem tudtuk beazonosítani, mert elszaladt, ezért nem fogadható is adtak intézkedést. Ez az ingatlan valójában zárva van. Most már, mivel olyan vastag ajtaja van, hogy igazából zárat vagy hevedert nem tudtunk föltenni, le vannak 25 cm-es csavarokkal csavarozva az ajtók, és még azt is valahogy én nem tudom hogyan, de ezeket is föl tudják feszíteni, úgyhogy az ingatlan kezelőt kértem, hogy valami más megoldást, most már egy végleges megoldást az összes útvonalon, ahol be lehet járni, tegyék meg. A kékfestőházat valóban már birtokba vette a résztulajdonos, úgyhogy ott is kim voltunk, és ott konstatáltam, hogy ott tényleg munkálatok folynak, de a másikban én is tapasztaltam, úgyhogy az intézkedést megtettük. Hát még nem tudok arról, hogy ezt sikerült-e végrehajtani, de mondjuk a holnapi napon ezt megkérdezzük. Jó, köszönöm szépen, akkor majd fokozottan figyelünk erre a területre. Bánhidi Vajk. Köszönöm szépen, polgármester asszony. Igazából meg szeretném ragadni is az alkalmat, hogy Nagy Attila úrtól kérdezek valamit. Az elmúlt hónapban kialakításra került a Dobó Katalin gimnázium épületében lévő Helisser József városi könyvtárnak egy új bejárata. Ezt az új bejáratot a Dobó gimnáziumnak a konyhai kiszolgáló bejárata mellé alakították. Egy gyönyörű, szép, igényes munka, és engedjék meg, hogy ezután köszönjem meg a könyvtár valamennyi dolgozójának azt a hihetetlen áldozatos munkáját, ami azzal járt együtt, hogy lényegében a belső teret át kellett alakítani. Én viszont Nagy Attila úrtól szeretném azt kérdezni, hogy az épület közelében van egy ma már oly sokat emlegetett szelektív gyűjtősziget, és az lenne a kérésünk, hogy magánazon a parkolón belül, ahol ez el van helyezve, hogy ott lehetne esetleg a parkolónak egy másik oldalára elvinni ezt a szelektív szigetet. Meg is néztük, hogy itt ugye már vigyázni kell azzal, hogy nehogy leguruljanak ezek a szelektív kukák be ott arra a zöld területre, hogy esetleg van egy olyan sarokrész, ahol megvan ott elég magas patka. Tehát oda esetleg lehetne vinni, illetve még egy olyan kérdésem, mert nem tudom, hogy ebben ki az illetékes, hogy ott, ahol most fel lehet járni, vagy fel lehet menni a könyvtárhoz, ott jobb oldalt és bal oldalt ilyen líceum, meg egyéb ilyen buxus bokrok vannak. És ezek között a bokrok között rengeteg ilyen bodza, fa, bodza bokor kezdett el nőni, ami teljes mértékben rontja egyrészt annak a területnek a képét, másrészt nehezen észrevehetővé teszi a könyvtárnak a bejáratát, illetve nem is illik bele azokhoz a növények közé, amelyek ott a tárolóban elhelyezkednek. Az lenne a kérdésem, hogy van-e arra lehetőség, hogy a szigetek
elvitele mellett ezt a zöld területet is valamilyen szinten gondoznák, illetve a zöld területből ezeket az oda nem illő növényzetet ki tudnák esetleg ritkítani, illetve, és ezen tényleg az utolsó kérdés, hogy a könyvtár bejáratához vezető rámpa részen nagyon rossz állapotban van az útburkolat. Ez körülbelül egy olyan 1-1,5 négyzetméternyi terület, hogy ott esetleg egy útjavítást lehetne esetleg csinálni. Köszönöm szépen. Jó, hát megkérdezzük Nagy Attilát, hogy mindezt mennyiért vállalná? Érdekes a kérdés, a polgármester azt mondta, mindjárt megmondom, hogy miért. A szigettel kapcsolatban természetesen döntés kérdése, áthelyezzük, keresünk egy jobb helyet ott ennek. Szerintem működhet. A zöld terület karbantartása, útkarbantartása kapcsolatban azt mindenképpen el szeretném mondani, nem tudom, hogy a jelenlévők mennyire tudják ezt. A Zöld Út Kft. A közbeszerzést, amit az Esztergom városa kiírt, megnyerte 5 évre. Körülbelül 2 hónapja most már, akár dolgozhatna is, ugye, hogy régen dolgozott. Tehát január 1-től már nem vagyunk a közbeszerzésben, vagyis bocsánat, nem vagyunk a közszolgálati szerződésben, viszont mondom, megnyertük ezt a közbeszerzést, és a polgármester asszony nem írja alá valamilyen titozatos oknál fogva ezt a szerződést. Tehát mi ilyen módon csak akkor tudunk dolgozni a városban, hogyha megrendelik tőlünk, és akkor esetleg mehet, viszont ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon nyomatékos lehetne, hogy miért nem dolgozunk mi ebben a városban. Az önkormányzat 100%-os cége vagyunk, azért azt mindenképpen hangsúlyoznám, azt most van egy kis áttétel benne, a Strigonium keresztül az egy másodlagos dolog, de minden esetre nekünk jogunk lenne itt most dolgozni, de ez valahogy nem jön össze. Úgyhogy ezt köszönöm a kérdést. Jó, akkor egyrészt a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket ne próbálják áthelyezni. A titokzatosok nem titokzatos, hiszen ezt már 4 szem közt megbeszéltük. Jelenleg az önkormányzatnak nincsen fedezete, és ez volt ráírva a szerződésre is, hogy ezt a közbeszerzést aláírja, és nem titokzatos az az ok, hogy éppen ezért mindig 3 árajánlatot kérünk be, és hogyha a Zöld Út Kft. Bár ami 100%-os tulajdonunk, de nem tud olyan jó árat adni, mint a nem mi cégünk, akkor az ide vonatkozó AHT szabályok szerint nekünk mindig a legjobb ajánlatot tevővel kell szerződést kötni. Természetesen ezeket a munkákat fölírtuk, és akkor kérünk ajánlatot, amennyiben ténylegesen jó ajánlatot adnak be, akkor ezt a munkát el fogják végezni. Pócsföldi József. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Most már többedszer a kertvárosi volt hulladéklerakóról kell szólnom. Tegnap délelőtti esőzések kapcsán újra az a helyzet állt elő, ami az előzőekben, és tudom, hogy kint voltak a területen, gyors intézkedések történtek a lehetséges dolgokat figyelembe véve. Én 2 héttel ezelőtt részt vettem egy egyeztető tárgyaláson, ahol a kivitelező, beruházó jelen voltak, az iroda szakembereivel együtt. Ott megnyugtattak minket, hogy igazából szakmai szempontból minden rendben van, ők még korrigálnak bizonyos pontokat, és abszolút nem lesz semmi probléma. Én kételkedtem akkor is ebben, be is igazolódott, pedig nem is volt olyan nagy jelentős eső, lehetne akár 2-3 napos folyamatos nagyobb csapadékmennyiség. Én azt szeretném kérni, hogy az iroda nyomatékosan kérje a vízelvezetés tervezésének és kivitelezésének a pótlását, mert ez nem szerepel a tervbe, elismerték, a beruházó is elismerte. Ugyanakkor, amit módosítottak, hát még egy kis kiegészítése, az valami segítséget, támpontot jelentene, főleg ha a Sátorkői út felső szakaszát a temetőtől azt valóban bevállalnák és kijavítanák a kivitelezés során. Valamint azt is tudom, hogy újabb gyors segélyre nem nagy esély van, de a
kivitelezőnek a biztosítója most már tényleg jelenjen meg a helyszínen, mérjék fel a károkat, és próbáljunk segíteni az embereknek. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, teljesen egyetértek Pócsföldi úrral, tényleg tegnap a helyszínen jártunk, a kivitelező ígéretet tett arra, hogy ezt az ideiglenes megoldást javítja, megnéztük műszakilag, hogy mit lehet tenni, illetve a terveket áttervezésre javasoltuk, a véleményünket még az esőzés előtt megadtuk, és kértük, hogy ez megnyugtató legyen. Mi a megfelelő leveleket, és az iroda is ezt kiemelten kezeli, ezt az ügyet elküldtük, feljelentést tettünk, hát remélem, hogy azért ez előbb-utóbb sikerül. Mit szeretne szólni, Sarkantyú úr? Tessék! Tisztelt képviselő, én is csak megerősíteni szeretném, tehát a Városüzemeltetés Iroda részt vett a tárgyaláson, tehát a tervezőket ő fogadta, nyomatékosan kérte a Városüzemeltetés Iroda ennek a tervnek az elkészítését. Ez reméljük, hogy minél hamarabb ez meg fog történni. De tehát rajta, tényleg rajta van az ügyön a Városüzemeltetési Iroda. Köszönöm szépen. Igen, hát hallom Petróci úr azt mondja, hogy kevés, és teljesen egyetértek vele. Nincsen, vagy nem tudok olyan jogi eszköz, de önök tudnak, akkor osszák meg velünk. Itt tulajdonképpen az eljáró hatóságtól kezdve a projekt gazdáig mindenki tudja, hogy itt baj van. Levonult már a kivitelező. Én viszont azt mondtam, hogy addig semmifajta olyan üzemeltetéshez nem járulunk hozzá, bár mondjuk ezt azért a bizottság megtette volna, ami azt jelenteni, hogy ezt mi befejezetnek tekintjük ezt a beruházást. Azt még tudni kell, hogy az alapterveken, vagy az eredeti terveken, amit én sem láttam sosem, egy nagyon picike kis árok volt ott kialakítva, most már ezek nagyobb medencék, de akkor sem alkalmasak arra, hogy nagyobb vízmennyiséget tároljanak, és egyetérte Pócsföldi úrral, ott a felső szakaszon is kellene meg az úttal is valamit tenni. Ezt az ígéretet megadták, jegyző könyv készült a tegnapi napról, és hát azon vagyunk, hogy ez ténylegesen meg is történjen. Pócsföldi úr szeretne ezzel kapcsolatban szólni? Igen, még? Köszönöm szépen. Még egy dolgot szeretnék, amit az előbb elfelejtettem. Az akkori megbeszélésen szó esett arról, hogy a Sátorkői útnak az a szakasza a kivitelező szerint nem út. Igazából, ha azt nézzük, hogy mégis ott egy jó 300 méteres útszakaszról van szó, ami ténylegesen már nagyon sok éve, évtizedek óta útként üzemel, akkor itt a hivatalnak pótolnia kellene azt, hogy az a terület legyen úttá nyilvánítva, mert akkor teljesen más elbírálás alá esne az a felső terület. Tehát az út szempontjából igazából ők bevállalták azt, hogy most a kivitelezés során kijavítják azt a szakaszt, mert a mostani utóbbi hangok alapján már azt tapasztaltam, hogy ebből kicsit visszakoznak. Tehát valami ilyen szempontból ezt úgy kéne nyomatékosítani, hogy amit már elvállaltak, hogy megjavítják azt az útszakaszt, anyagot visznek oda, akkor ezt tényleg teljesítsék is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Batyikné Csőke Ágnes Erzsébet. Köszönöm szépen a szót. Gyakorlatilag az egyik kérdés, amit szerettem volna, vagy problémát jelezni pontosan a hulladéklerakó rekultivációja, illetve a jelen árvizes esős helyzetben kialakult probléma miatt. Én igazándiból azt nem értem, illetve hogy a kivitelezőnek, aki közbeszerzési eljárásban nyerte el ezt a lehetőséget, egy uniós projekten belül kellett, vagy kell kötelezettségnek eleget tenni, hiszen ez a Közép-Duna vidéki hulladékgazdálkodási társulásnak egy 2008-as KEOP program keretében megvalósult. Igaz, hogy időben határidők tolódtak, mert 2012-ben már a programot le kellett volna zárni, és a program keretében a második ütemben került sor ugye az esztergomi hulladék lerakó rekultivációjára. Tehát egyrészt itt ugye, mint uniós projektben való közreműködő, nyilvánvaló, hogy szerződéseket írt alá, valószínű, hogy nagyon komoly elvárásoknak kellett megfelelni, mint a műszaki előírásoknak, technológiának, egyebet, illetve, hogy a magyar jogrendben létezik külön jogszabály arra,
amely a hulladék lerakók rekultivációjával és utógondozásával foglalkozik, tehát gondolom ennek is eleget kellett tenni. Nagyon érdekes, 2012-ben magának a projektirodának a vezetője a Komárom-Esztergom megyei közgyűlésen a társulásnak a munkájáról tartott egy beszámolót, és hogy a rekultivációs projekt kapcsán mi az, amit maga ez a Közép-Duna vidéki társulás elvárt. Tehát csak, hogy milyen ellentmondás van a jelenleg Kertvárosban kialakult kép között. A bezárt vagy felhagyott hulladéklerakók tájba illesztését, megfelelő szigetelését, a vízbázisok és a talaj védelmét, területének helyreállítását jelenti, melynek következtében nő a környezetbiztonság, mondta ezt a projektigazgató. Megszűnik a hulladéklerakók tájképromboló hatása, csökken az allergiát kiváltó gyomfajok termőterülete, és javul a vízbázis biztonsága. Ennek a munkának eredményei mintegy 500 000 embert, ez Komárom megyei területre vonatkozik, ember közérzetét javítja a társulás tagi önkormányzatainak közigazgatási területén. A hulladék lerakók rekultivációjával a tájra jellemző új természetes élőhelyek alakulhatnak ki, és a települések turisztikai vonzerejét növelhetik. Ugye ez maga a rekultivációnak gondolom az általános célja, na most ezzel szemben hát főleg az ott kint élők pedig tapasztalják, hogy valami nagyon nincs rendben, és az előbb hallottuk, hogy történtek intézkedések annak érdekében, egyrészt a megoldás, illetve én azt gondolom, hogy itt valamiféle mulasztás, hiányosság történt, mert nem vagyok szakember, de egy műszakilag átadott dolog után ilyen nem alakulhat elő. Ez lett volna az egyik, amit én is szerettem volna jelezni. A másik, ami miatt pedig kifejezetten kértem Nagy Attila igazgató úrnak a jelenlétét, nem szeretnék a háta mögött pletykálkodni. Nagyon szeretek olvasni, egy újságcikket olvasok föl önöknek, vagy legalábbis elkezdem. Papírgyűjtés. Potyagaras az osztálypénzhez. Környezetkímélő, takarékosságra nevel, támogatja az újrahasznosítást, összehangolt csapatmunkát igényel, és pénzt hoz a konyhára. Mindez egy egyszerű iskolai hagyományban rejlik, amit úgy hívnak, hogy papírgyűjtés. Úgy tűnik, a régi szokás nem megy ki a divatból. Évente kétszer is szervezhetünk akciót, tavasszal, ősszel, vagy a Föld napja alkalmából. A színes és fekete-fehér lapokat, kartonokat, hirdető és reklámújságokat diákok gyűjtik össze az utcán, házról házra járva, mint régen. Egyetlen nap alatt így hízik az osztálypénztár kilónként nagyjából 18 forinttal. A pénzt iskolai rendezvényekre, hasznos programokra és kirándulásokra fordítják. 2013. augusztus 8-a, nagyon szomorú, hogy nem Komárom megyei hírlap, délmagyar.hu internetes újság Makón. Makón így állnak az iskolai hulladék gyűjtéshez, nagyon szép. Én nem tudom, ha mi esztergomiak ebben az évben a hulladék gyűjtésről ugyanígy cikkeztünk volna. Én szomorúan, pedagógusok között csúnya dolog, hogy pletykálkodunk, meg beszélgetünk egymással. Olyan információim vannak, hogy ön a Klebersberg Kuno oktatás irányító központ elnökéhez, Marekné Pintér Arankához fordult, egy panaszos levélben, és áldatlan és tűrhetetlen állapotnak minősítette az esztergomi iskolák által, vagy az iskolák udvarán történő papírgyűjtési akciót, ami egyébként egy nagyon szép hagyomány, és nagyon sok célja van, és ennek következtében július közepén, amikor tudjuk, hogy az iskolákban csak ügyelet van, az iskola igazgatóknak a járási Klebersberg központban komoly adatokat kellett szolgáltatni, volt-e papírgyűjtés, hol tárolták, kivel vitették el a megszerzett papírokat, és ami számomra, hát ezt nem is értem, hogy röviden mondom, de hidd el,
hidd el, hogy a pedagógusok értik, hogy miről beszélek, hogy az iskola igazgatók számoljanak be arról, hogy az így összegyűjtött pénzt mire használják föl, és kinek köteles az iskola elszámolni. Én kérdezném, és tényleg ezért kértem, hogy legyen ön itt, hogy az eszköz Kft. Számára valóban az iskolai papírgyűjtési akció akkora biznisz, vagy pedig a városunk nem tehet egy gesztust, hogy akár ingyen lebonyolítja, hiszen a gyerekeknek osztálypénzbe, kirándulásba megy, szülők, diák önkormányzat, egyesületek és civil szervezetek szervezték. Köszönöm szépen. Jó, hadd kérdezzem meg képviselő asszonyt, hogy konkrétan mi a kérdése? Jó, érti, akkor Nagy Attila úr, tessék, akkor válaszoljon. Jó. Igen, hogyha azért megkértem volna arra is, hogy ha már idézett abból a Dél-Magyarországból, akkor azt a levelet is idézhette volna, amit én írtam. Ez a hölgy, oké, csak akkor ne tessék olyat mondani, ami valószínűleg nem is szerepelt abban a levélben, nem is ez a lényeg. Az új törvények, az új hulladékgazdálkodási törvény elég egyértelműen meghatározza ezeket a dolgokat. Tehát jelenleg sajnos az iskolák nem gyűjthetnek papírt. Amúgy eddig se gyűjthettek volna. Menjünk bele a kérdésbe, nem szívem akartam belemenni, de azért majd mi egy jogi anyagot összeálltunk, jó, hogy ez most jelenleg Magyarországon ez hogy néz ki. Egy-két iskolában személyesen is elmentem beszélni az igazgatóval, hogy én nem javaslom azt, amit csinálnak, mert pontosan tudjuk, hogy hogy zajlik le. Általában itt számlaforgalom nem történik, ugyanis nehézen tudja az iskola, akinek a tevékenység körében nem szerepel az, hogy papírt elad valakinek. Ezt tetszik érteni, remélem, és tehát ilyen nincs. Tehát, és ezek a számlák, nem, tehát önök összegyűjtik, valakinek leadják, elviszik, és pénzt odaadnak borítékban, zsebbe, és így tovább. Én csak erre fölhívtam a figyelmet, hogy a jövőben ettől tartózkodjanak, mert az, és ráadásul ezek a cégek, azért nem az eszköz Kft. Ez a cég, aki ezt megtette, mert ezt nem csinálta volna meg. Mi csak hivatalosan és a papírforma szerint tesszük meg. De mivel, hogy nem tehetjük meg, mert önök nem tudnak nekünk olyan számlát kiállítani, hogy önök papír gyűjtöttek, ez egy szép hagyomány, csak már régóta nem legális. Ez a probléma az egész történettel. Ezt én leírom önnek, jogszabályokra és rendeltekre hivatkozok, bár ebbe a városban ez nem divat, már hogy ennek eleget tegyenek, de én csak jó indulattal voltam az iskolákban, és minden igazgatóval, akivel tudtam, elbeszélgettem, a Babics iskolás igazgató tudomásul vette, és ugyanúgy a mai napig ott van kint az udvaron, aki arra jár, megnézheti, hogy gyűjtik a PET-palackot, a papírt, teljesen szabálytalanul. Én csak erre akartam fölírni a figyelmet, de minden jó indulattal. Úgyhogy ennyit szeretnék. Tehát nekem támadt most ezzel a kérdéssel, csak azért jó lenne, hogyha meg is bizonyosodnának arról, hogy mit tesznek az iskolában. Volt javaslatunk például a gyakorlóiskolában, egy nagyon korrekt dolgot csináltunk meg, papírgyűjtés keretein belül, de mi gyűjtöttük le azt a papírt. Az elszámolási része is teljesen rendben van, úgyhogy ha tetszenek érdeklődni ebbe az irányban, elmondjuk, és meg is tehetjük. Csak arra kértünk mindenkit, ha már mindenáron akarják ezt a hagyományt folytatni, akkor az legyen szabályos, és ha lehet, a helyi céggel, a helyi céget gyarapítsák, aki esetleg aki vissza tudja forgatni a város gazdaságába, vagy hogy is mondjam, tehát ezt a pénzt. Tehát ennyi a történet, és én ezt önnek le fogom írni, jó, és pontosítom, hogy milyen jogszabályokra hivatkozunk. Úgyhogy ennyit szerettem mondani. Jó, tehát ha egy kicsit megértsem az önök kedves beszélgetését, tulajdonképpen az iskolák az ide vonatkozó jogszabály szerint nem gyűjthetnek papírt, viszont más módon, önkéntes vagy más alapon bizonyára ezt megtehetik, akkor kérem, hogy tájékoztassák egymást, hogy eznek mi az útja, módja. Van-e még Batyigni Csők Ágnes Erzsébetnek ezzel kapcsolatban? Nincsen. Jó, és azt mondom, hogy nem vettük még át üzemeltetésre éppen ezért ezt a hulladék lerakót, tehát most mi még kérhetünk, illetve azon vagyunk, hogy ez megoldódjon. Ivanov Mihály. Köszönöm. Szentpál városrész, Pöltenberg utca, Lázár Vilmos utca, Szent Király utca lakói azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy valamilyen úton módon az önkormányzat biztosítson számukra egy heti rendszerességgel legalább egy buszjáratot. Ugye, főleg az idős korosztály kért erre, és aláírás is gyűjtenek ezzel kapcsolatban, ugyanis nehezen tudják megközelíteni a kórházat, nehezen tudnak kijutni a Tesco-ba,
ők el tudják azt is képzelni, hogy valami szponzort, akár multicéget, akár valami nagyáruházat kérjük meg erre, valami úton, módon próbáljuk ezt megoldani, mert tűrhetetlen ez az állapot, ami most van. Köszönöm. A másik, amit akartam mondani, hogy a Budapest utca platánfáit ellepték a levéltetvek, és nagyon sürgős beavatkozást igényel, mert ez a fák pusztulásához vezethet. Köszönöm szépen. Köszönöm. A levéltetveket legyenek szívesek írásba jelezni, és bár így is szólunk a főkertésznek, de mindennek jó, ha írásos nyoma van. A buszjárattal kapcsolatban pedig akkor kérem, hogy Zoltai Dániel úr által javasolt önkormányzati határozatot mondja vissza a tisztelt képviselőtestület, ugyanis ha jól emlékszem, akkor talán 2 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a helyi tömegközlekedésre az önkormányzat konkrétan 0 forintot fordíthat, amennyiben ennek a lehetősége megvan, akkor természetesen a buszjárattal kapcsolatban az önkormányzat is el tud járni, de ha jól tudom, akkor a Fidesz frakció ezt felvállalta, tehát remélem, hogy előbb-utóbb ez meg fog oldódni. Zoltai Dániel, tessék. Egy örökbecsűt idézhetnék ezzel a polgármesteri hozzászólással kapcsolatban, még pedig azt, hogy na jó, inkább visszafogom magamat. Én nem mondtam ilyet, és nem is volt ilyen beadványom. Biztos arra tetszik emlékezni, polgármester azt mondja, hogy egy olyan előterjesztésem volt, és szavazta meg a képviselőtestület, hogy a volánnak fennálló, mint egy 51 milliós tartozást 3 egyenlő részletben fizethesse ki az önkormányzat. A volán ebbe belement 17 millió forintos részletekkel kamatmentesen. Ez feltétele volt a további tárgyalásnak. Polgármester azt mondja, ezt a szerződést törvénytelenül nem írta alá, így ez sajnos elmaradt, ezért a volán most egyben követeli tőlünk ezt az 51 millió forintot. Ha jól tudom, itt a kedves hallgatók talán elgondolkodhatnak azon, hogy mekkora kamatveszteség érte mondjuk Esztergomváros önkormányzatát, mert úgy kamatmentes lett volna, fel lehet szorozni akár. A hanyagkezelés gyanújáról meg ne is beszéljünk. Köszönöm. Zoltai úr, nem kívánom önt bántani, de a hallgatók azon gondolkodjanak el, hogy mennyire volt jogos, amit ön ezzel kapcsolatban mondott, illetve tudjanak róla, hogy jelenleg egy szakértőt kértünk fel annak vizsgálatára, hogy az 51 millió forint tényleg annyi-e, és hogy jól mondta, fél év alatt került az önkormányzatnak 51 millió forintjába a helyi tömegközlekedés, tehát ennek a megszüntetése abban a gazdasági helyzetben indokolt volt. Abban egyetértek Ivanov úrral, és én magam is, amikor a területen jártam, tudom, hogy gyűjtenek aláírást, hogy meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy egy kisebb körjárattal, utána számoltunk, ez egy 2 millió forint lenne havonta, meg lehetne oldani Szentgyörmezőnek, illetve ennek a területnek az összekötését, ahhoz viszont sajnos azt a kiegészítő módosító javaslatát fel kellene oldani a testületnek, de kérem a hivatalt, hogy ezzel kapcsolatban a következő testületi ülésre készítsenek elő egy konkrét, korrekt előterjesztést. Stámusz Andrea? Én a közvilágítással kapcsolatosan szeretnék kérdezni, hogy folytatódnak-e tovább az égő kitekerések, kicsavarások, és hogy hogyan és mikorra várható majd valami megnyugtató megoldás ez ügyben. Köszönöm. Jó. A közvilágítással kapcsolatban a TIVI Kft. Felszámolás alá került januárban, konkrétan december 17-én. A felszámoló Schuster Zsófia, aki az Exerem részéről átvette ezt az ügyet, követeli az önkormányzattól, hogy fizesse meg a havi 21 milliós szolgáltatási díjat. Összehasonlítva ez, Esztergomba évente 250 millió forintba kerül, még más hasonló nagyságú városban ez olyan 80 milliós érték. A másik probléma, hogy az elszámolást nem nyújtja betételesen ez a Kft., és a számlákon a közvilágítás egy darab, 16 millió hány százezer forint, plusz ugye fordított áfa van, azt mi fizetjük be, szerepel. Ezért, valamint azért, mert időközben a felszámolás alatt lejártá vált az összes olyan kintlevőség ennek a Kft.-nek, amit a működése alatt felhalmozott, többek között van egy olyan 494 milliós kölcsöne, amire az akkori önkormányzat, illetve önkormányzati vezetés 100%-os garanciát vállalt, mégpedig úgy, hogy jelzálogul adta a közvilágítási szolgáltatás havi díját.
Ezért a bank lejártán minősítette a követelést, eladta egy követelést behajtó cégnek, és ők azt mondják, hogy bizony ez őket illeti, és egy elsőfokú bírósági döntés van arról, hogy ezt az összeget nem a Tivi Kft. FA, hanem ez a Defactoring Kft. Jogosult magáévá tenni. Csak hogy az a kérdés, hogy az önkormányzat hogyan tud akkor a szolgáltatásért fizetni, mert időközben úgy tűnik, hogy senki nem fizet az áramért, amit nem tudunk, hogy mennyi. Éppen ezért a fennálló vitás kérdések miatt a bírósági letétbe helyezést javasolták a szakértők, aminek az a lényege, hogy az önkormányzat az alapszerződésben meghatározott 6,7 milliót lerakta a bírósági letétben, ez egy fél éves szolgáltatási díj, és ennek az áfáját is befizette, úgy, hogy az önkormányzat hajlandó, szeretne, akar is fizetni a szolgáltatásért, viszont addig, amíg nem tudja, hogy kinek, és esetleg ezt másodszor is meg kellene fizetni, addig nem. Időközben a Tivi Kft. Felszámolója zsarolásként, ugye Eszter már ezt megtette júliusban, elkezdte a közvilágítás kikapcsolását, csak hogy utána néztünk, hogy ő ezt nem tudja megtenni, tehát az a cég, amit nem tudjuk, hogy mi alapján végzi a közvilágítást, ezeket a lámpatesteket kiszereli, éppen ezért rongálás, illetve lopás bűncselekmény gyanújával, vagy vétsége gyanújával feltélentést tette a rendőrségen, illetve az ügyészségen, hogy ezt a romboló tevékenységet addig senki ne folytathassa, amíg részben ezek a jogi kérdések, részben pedig maga az, hogy ki az, aki leszereli a lámpát, ez ne történjen meg. Augusztus 23-án birtokvédelmet kértünk, ha jól tudom, a mai nap folyamán elküldésre került a kormányhivatalnál, hogy a nyerges újfalui jegyzőt jelöli ki a kormányhivatal, amennyiben a birtokvédelem megjön, abban az esetben már eljárni tud a rendőrség, hiszen ezeket a lámpatesteket senki nem veheti ki. Amit kérdez, hogy meddig tart ez az állapot, nem lehet tudni. Annyit tudunk még, hogy hitelezői választmány alakult, akik felszólították a felszámoló biztost, hogy azonnali hatállyal mondja fel Esztergom városával ezt a szerződést. Amennyiben ez megtörténik, akkor a tisztelt képviselő testület elé hozunk egy olyan megállapodástervezetet, amiben az önkormányzat közvetlenül az áramszolgáltatóval, illetve egy céggel megkötheti a közvilágítás átmeneti szerződését, majd pedig újra egy közbeszerzésen meg kell találni a közvilágítás szolgáltató céget. Röviden, és hát hogy mondjam, amennyire lehet, elég egyszerűen ez jelenleg a helyzet. Nyíri Attila. Köszönöm szépen a szót, polgársasszony. Én azt szeretném megkérdezni, és többen kérdezték tőlem is, és nem igazán tudok én sem választ adni, illetve nem jártam utána, bevallom őszintén. A mélygarázsnál, a Mária Valéria mélygarázsnál ott ilyen munkálatok folynak, ott keresztbe átvágták az utat. Nem lehet lemenni, illetve az árvízzel ez kapcsolatos-e, vagy illetve hát, mivel mondjuk Viszmajorba itt kérünk a Márjóval, és nem feszegetném, hogy kinek a hibája, vagy miért úszott el teljesen tetőig a mélygarázs. De hogy itt most jelenleg most ezzel kapcsolatban mi a helyzet, ráadásul még nem is kérdezek rá a bírósági menetére sem, hogy most a, ugye szeptember 30-ig aktuális a következő adag, amit ki kéne fizetnünk erre a mélygarázsra, tehát ezzel mi a helyzet. Ez egyik kérdés, a másik kérdés az, hogy elég régen volt testületülés, tehát a nyár elején, és gyakorlatilag szeretnék rákérdezni, hogy a város gyakorlatilag pénzügyi helyzete most milyen magyarul, hány forint van a kasszában, mire tudunk költeni, mire nem, milyen önintézkedéseket kell esetleg tenni. Tehát mert most mindenki nyugodt, hogy jól menne a város, illetve itt szidjuk a különféle helyeket, illetve bemondunk olyanokat, hogy miért nem történt meg ez, miért nem fizetünk ki ezt, miért nem adunk erre pénzt. Az lenne a kérdés, hogy van-e erre egyáltalán pénzünk, és csak nincs hajlandóságunk rá kifizetni, vagy valóban a tavalyi költségvetésben nincs erre sor, vagy tényleg effektív ott állunk, hogy a kassa üres. Köszönöm szépen. Jó, az első kérdésére válaszolva, jól tudom, a szakiroda kiment, megnézte, lefotózta, megkérdezte, mit csinálnak a mélygarázsnál. Állítólag a földszinti födémnek a szigetelését végzik, hogy jelenleg még mi történik ott, azt így pontosan nem tudom, de a vagyonirodát kiküldjük és megnézi, hogy egyáltalán mi a helyzet. Annyit tudok, hogy a mélygarázs, mióta ugye ez az árvízi dolog történt, nem üzemel.
A pénzügyi helyzetet illetően szeptember 15-ével van egy adófeltöltésünk. Nagyon sajnálatos módon a legnagyobb adóbefizetőnk, a Suzuki bejelentette, hogy mivel túlfizetésben van, ezért 385 millióval kevesebbet fog befizetni, és szeptember 30-ára tulajdonképpen az az 1 milliárdos hiány, amivel jelenleg ugye gazdálkodunk, hiszen a 2012 évi költségvetés alapján történik most jelenleg minden kifizetés időarányosan, esetleg Bánhidi úr is, hogyha ide figyelne, vagy menjenek ki akkor. Legyenek szívesek akkor kimenni. Mert engem zavar, hogy Bánhidi úr közben beszél, amikor én beszélek. Ennyi tiszteletet megérdemle. Legyenek akkor szívesek, fáradjanak ki a folyosóra, és ott folytassák ezt. Micsoda? Nézze, ön egy köztiszteletben álló tanárember, kérem, hogy mutasson jó példát, ha valaki beszél, ne beszéljen közbe. Ha úgy gondolja, akkor pedig fáradjon ki. Jó, legyenek olyan szívesek, akkor egy kis csöndbe, kérek. Jó. Nem sokára szünet lesz, és akkor folytathatják egymással ezt a párbeszédet. Szóval ott tartunk, hogy szeptember 30-áig olyan kifizetéseink lesznek, várhatóan, ahogy említette, az adósságrendezésnek mintegy 800 milliós tétele, a központi költségvetés június 22-i módosításával a fennmaradó, elmaradt állami inkasszónak adók módjára való behajtása, ez egy 600 millió forintos tétel, az intézményrendszerünknek a finanszírozása és az egyéb olyan költségek, ami a működéshez szükségesek. Ez azt jelenti, hogy előre láthatóan ténylegesen keletkezik egy 1 milliárdos hiányunk. Itt ugye ez kérdés, és ezt nagyon jól tudjuk, hogy jelenleg az önkormányzatnak már nem szabadna működnie, részben azért, mert hiánnyal nem működhet ez az önkormányzat, részben azért, mert nincs elfogadott költségvetése, részben azért, mert nincs lezárt 2012-es zárszámadása, részben azért, mert már réges-régen az államnak adósságrendezést kellett volna indítani 2012. decemberében az önkormányzattal szemben. Azt tudom mondani, hogy egyik napról a másikra élünk. Szeptember 30-a körül lesz egy olyan helyzet, amikor nagy valószínűséggel itt fogunk ülni, és ha úgy gondolják, akár munkaértekezleten, akár egy ilyen képviselőtestületi ülésen, megnézzük, hogy hogyan tovább jelenleg ez a helyzet. Stein Balázs? Hát részben akkor... Én nem akartam ezt megkérdezni, de például milyen költségvetési hiányt okoz az, hogy ugye a költségvetés alánemírása miatt az állami normatívától esik el a város. Ugye ez egy fontos kérdés, ha jól tudom, hogyha nincs költségvetés, nincs aláírt költségvetése a városnak, addig az állami normatívát is felfüggeszti az állam, ami az intézmény működéshez szükséges. Hogy ez hány 100 millió forintot, vagy hány 10 millió forint kiesés jelent a városnak. A másik pedig, amit szerettem volna eredetileg kérdezni, az pedig, bár tudom, hogy már nem mi leszünk a munkáltatója az új aljegyzőnek, de mégis, hogyha egy tájékoztatást kérhetnénk, most aljegyzőt választunk, hogy, vagy nem választunk, polgármester azt mondja, hogy hogy állnak ezek a pályázatok, ha esetleg megtisztelne a válaszával, és hogyha nem lesz érvényes pályázat, vagy mondjuk valami oknál fogva nem jöttek be pályázatok, akkor továbbra is a dr. Sarkantyú Adrián fogja ellátni ezeket a feladatokat. Nem emlékszem arra az e-mailre, amit mi kaptunk, de ott, ha jól tudom, augusztus 31 volt írva, de nem biztos, hogy jól emlékszem. Szeptember 5. Szeptember 5. Akkor szeptember 5 után mi várható? Jó. Jelenleg azért nem jelent különösebb elvonást Esztergomváros önkormányzatának az aláírt vagy nem aláírt költségvetés, miután addig, amíg az állami inkasszót nem teljesítjük, nem kapunk ilyen jellegű forrást, tehát tavaly sem kaptunk. Ez ilyen módon, bár egy ex lex helyzet, de nem jelent külön
veszteséget sajnos. Ráadásul úgy olvastuk, hogy ez felfüggesztésre kerül, nem elvonásra, tehát amennyiben rendeződik a helyzet, akkor természetesen ez az összeg megilleti az önkormányzatot. Az egy másik kérdés, hogy az állami inkasszóval való összevezetést esetleg lehetne mondjuk ilyen részletfizetéses módon megoldani. Most azt kértem az irodától, hogy próbálják meg megtudni, hogy akár ez a ledolgozás megfelelne-e mondjuk az elmaradt inkasszó befizetéseknek. Ez éppen folyamatban van, mivel ugye mind a két kassza külön működik. A másik kérdésére visszatérve, aljegyző úr jelenleg a munka, tehát felfüggesztve van a munkavégzés alól, a felmentési idejét tölti. Mihelyst létrejött a közös hivatal Dömössel, az ide vonatkozó jogszabály lehetővé teszi, hogy az illetékes, illetve a központi, vagy hát a központban levő polgármester eldöntheti, hogy melyik jegyzővel, aljegyzővel kíván együtt dolgozni. A döntésem úgy volt, hogy új aljegyzőt szeretnék választani. A pályázatra 8 pályázat érkezett be, ebből 4 embert személyesen meg is hallgatok, illetve meghallgattam. A döntés szeptember 5-éig kell meghozni. Remélem, hogy a következő testületi ülésen egy aljegyző fog mellettem ülni. Jelenleg addig dr. Sarkantyú Adrián, mint megbízott hivatal vezető látja el ezt a feladatot, illetve ugyanúgy ő látja el ezt a feladatot a dömösi polgármesteri hivatalban is. Pál György. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Azt tetszett mondani előbb, hogy tavaly évben nem kaptunk normatívát. Igaz-e? Jól mondtam, azt a normatívát, amit megkaptunk volna, azt addig, amíg az állami inkasztot nem teljesítjük, addig ezt nem utalták nekünk át. Tehát kaptunk normatívát tavaly évben. Nem tudom, hogy mennyire értette meg. Most is kapunk, csak fel van függesztve. Akkor is kaptunk, csak nem kaptuk meg. Hát most erre mit mondjak? Következő kérdés. Nem látom. Így akkor az interpelláció kérdések napirendi pontot befejezetnek tekintem, és most láttam, hogy sürgősségi indítványként még egy elmaradt, ami nem zárt ülésre való. Ez az Imaház utca 12 szám alatti telek értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményességének kinyilvánítása. Ha jól tudom, akkor egy pályázó érkezett, és megkérdezem, hogy ezt kívánják-e, és milyen módon elfogadni. Közben látom, van egy ügyrendi, tessék, Nyíri Attila. Köszönöm szépen, csak szeretném jelezni, hogy délután 2-ig ezek a sürgősségiekből nem volt fenn a neten, hogy jelen pillanatban fent van, le lehet-e tölteni, vagy kapunk valami írásos információról, mert ezekre az előterjesztésekre nincsen semmi információ. Jó, akkor köszönöm. Megkérdezem, hogy kinél nincs sürgősségi javaslat. Jó, akkor kérem a hivatalt, hogy legyenek olyan szívesek odaadni, és amennyiben ez megfelelő, akkor amúgy is most a zárt ülés előtt egy 10 perc szünetet rendelek el. A kérdésem az, hogy ezt az egyetlen egy napirendi pontot, hogyha megkapják, kérem, hogy nézzék meg, át tudják-e tekinteni pár perc alatt annak érdekében, hogy ne kelljen szünetet tartani. Jó, addig megkérdezem, hogy Pocsfoldi Józsefnek milyen ügyrendi javaslata van? Hát pont az lett volna a javaslatom, hogy ne tartsunk szünetet, mivel csak egy napi rendi pontot látok, és gyorsan végeztünk idáig, hát akkor egészen elfogadható időbe befejeznénk az ülést, de hát akkor ezek szerint nincs esély? Vagy, jó, akkor várunk, addig még átolvassák. Sikerült, rendben van, köszönöm szépen, akkor nagy az egyetértés, bocsánat, tehát tovább tudunk menni. Polgármester asszony, akkor azt szeretném kérdezni, hogy a zárt ülés előtt ügyrendbe kérhetem azt, hogy ne tartsunk szünetet? A zárt ülés előtt csak annyi szünetet kell tartani, amíg ők kipakolnak, vagy kikapcsolnak. Annyit várhatnak, azt az 5 percet szerintem. Jó, tehát akkor azt szeretnék kérni, de akkor először szavazunk a sürgősségiről, hogy úgy látja, hogy miután a zárt ülés rövid lesz, az a kérésünk tisztelettel, hogy ne leszereljenek, hanem csak kapcsolják ki a készülékeiket. Rendben van. Jó, akkor a sürgősségi egyes napirendi pont az Imaház utca 12 szám alatti telek, ez ugye a kiírt pályázatnak megfelelően készült, egy ajánlattevő volt dr. Kovács Márta személyében,
ez egy 18.400 forint plusz áfa négyzetméter áron, mintegy 8,5 millió forintért plusz áfa kerülne eladásra. Megkérdezem, kinek van kérése, kérdése, javaslata? Nem látom, aki ezt tudomásul tudja venni. Igennel szavaz, aki másképp gondolja másként. Kérem, szavazzanak. Tizenkét igen, egy tartózkodással elfogadták, és akkor az lenne a kérés, hogy kérem, hogy mindenki az, aki a zárt ülésre nem hivatalos, az legyen szíves, fáradjon ki, kapcsolják ki a készülékeiket, és merem remélni, hogy pár percen belül visszajöhetnek.